Élnék egy fényes csillag, ki beragyogja életutad. Sziasztok! Szép estét kívánunk mindenkinek! Egy csodálatos helyen vagyunk, és legyen áldás azon, aki nekünk ezt ugye meg tudta szerezni. Az Andika, és azon, aki ezt létrehozta. Egy, mint mondtam nektek, ma semmi nem egyszerű a világban. Tényleg körbenézek, nagyon sok helyre elmek, és eljön hozzám a spirituális ember, eljön hozzám az anyagi világ embere. Mit szólsz, Béla, ehhez? Nézek rá, és mosolyogok, mondom, kedves testvérem, én megtanultam már, hogy senkinek nem mondok se prót, se kontrát, hanem jó szerencsét kívánok, tudod, sok sikert kívánok. Ha úgy érzed belül, hogy meg kell tenned, tedd meg, te mit csinál már? Mondom, én nem tenném. Kész, érted? De mondom, ez a te életed, és ez semmilyen szinten ne inspiráljon téged, amit én most mondtam neked, érted? Semmilyen szinten. Ne engedd, hogy az befolyásol, amit én mondok, ahogy én gondolkodok. És tudod, nagyon sokszor, nagyon sok spirituális ember, nagyon sok politikus ebbe bukott bele, hogy ígér az embereknek fűt, fát, és figyelj, soha nem úgy történik. Egyszerűen nem úgy működik. Mikor nem úgy működik, ugye saját sírját ásta meg, és bevesett. Miért tudnék én erre válaszolni az embereknek? Nézd, én az 18 éves koromtól elmentem maszeknak a szocializmus közepén, képzeljétek el. Ez 77-ben. Azért képzeld, akkor, aki elment maszeknak, azt lelőtték majdnem, ugye? És akkor ezt megtudtam, és érdekes, hogy amihez nyúltam, minden tökéletesen működött, óriási energiát, munkát tettem mindenbe, de működött a rendszer. És most, mikor látom ezeket az embereket, hogy ráadásul mindezt hitelből csinálják, tudod? Senkinek nincs az, hogy most a zsebem tele van, és akkor valamilyen szinten ebből fog profitálni, hanem úgy kezdi, hogy szerez valamilyen pénzt, amit vissza kell adni valamilyen formában. Halálra van ítélve. És ugye látom, hogy a világ elfelejtette az értékteremtést, ma hasznot akarunk teremteni, mindenki hasznot akar teremteni, és nem vették észre, hogy nem lesz hozzá társ. Se érzelmi társ, se anyagi társ, se barát, aki melletted van. Mert egyszerűen ugye, amikor nem értéket termesz, hanem csak hasznot, még egyszer csak hasznot. Ha érték lenne legalább a fele, amit termesz, de nem az. Csak a haszonról szól, kizsigereld saját magad, kizsigereld azokat, akik fogsz alkalmazni, vagy használni ugye ez a te kitalációdhoz. És most egyszerűen egyet tudjunk, hogy nem lesz az embereknek pénze. Akinek meg van, az általában megszokott régi, tradicionális helyekre, hogy a saját bandájához így működik a rendszer. Most minden embernek azt javasoljuk, hogy tanuljátok meg vissza benne kis talángot. Nem kell minden évben menni nyaralni meg külföldre, ezt felejtsétek el. Lehet otthon kényelmesen maradni, lehet csodálni egy ilyen kisváros, lehet egy nagyobb város csodálni, lehet a saját otthonodat csodálni, tudod? Bár mostanában ezek nem otthonok, tudod, azt énekli Csáli, nem tudom, ismered az öreg Csáli fiunkat, ugye énekes minket. Ezek csak házak. Az otthon az valami más, képzeld el. Az otthon az egészen más. Nem tudom, a Omega együttesnek a dalát ismeritek, amikor a kisfiú azt mondja, hogy elmegy és keres egy szigetet, ahol boldogok az emberek. Egy nagyon régi, csodálatos dal. És hallgatja ez, aki leírja ezt a dalt, ugye, és aki Vion írta le, különben ez a francia költő, az ő költeményes is az Omega megzenésítette. És azt mondta, hogy végighallgattam a gyereket, és mondtam neki, hogy sok sikert, de elfejtettem neki mondani, hogy nincsenek ilyen szigetek. Tudod? Csak már mondtam, hogy hol vagyok, akkor írjon róla, tehát hogy mekkora dolog ez, és mennyire igaz ez, nincsenek. Érdekes, nézem az embert, hogy megszületik ebbe a világba, felnő, és elkezdenek valamiben hinni. Szinte beléjük velük a hitet. Tudod, itt hit nélkül hogy lehet élni? Érted? Bibliáikból olvassák, hogy aki nem hisz, az elkárhozik, tudod? Az, aki nem hisz, az elkárhozik, tudod? És akkor megállok, hogy utána olvasom a Bibliába, de képzeld el egy lappal arrébb, a hit Isten ajándéka. Képzeld, aki nem hisz, elkárhozik, de a hit Isten ajándéka. Véletlenül kihagytak a sorban, amikor az Isten osztotta a hitet, érted, neked nem jutott, és azért most elkárhozol. Elég hülye dolog, nem? Még nem is a te hibád, hogy nem hiszel, érted, és mégis ott a nyakad bakasztják, hogy te ezért elkárhozol. Igaz? Elég gáz. Oké. Kedves testvérem, egy hosszú útot jöttünk ide, ugye nem messze van innen Kisvárda, majdnem a szomszédba, természetesen, de megérte. Képzeljétek el, az országnak én ezen a pápa környékén részén nem voltam. Itt én nem messze van nekem a burgenlandi házam, ugye itt felső Pujóbe Fullendorf, ugye mellett van nekem ugye Kroátis Gerezdorban, és én ott egy lakos vagyok elvileg, de ez valahogy kiesett, ugye Sárvár, meg ezeket mindenki jól ismerem,
És ez valahogy kiesett, nem jár. Most én annyira szeretek Magyarországon, a Kárpát-medencében, mert elsésztek. És képzeld el, az, ami tőlem nem nagyon szokás, 20-30-szal jöttem még itt. Tehát annyira csodálom ezt az egész világot, ami itt van. Valami eszmetni jó energia volt, ahogy végigjöttem. Meg van nyugodva egy kicsit a világ. Úgy látom, hogy a pénztelenség, meg az, hogy egy kicsit úgy nyakon verte ez az embereket, hogy megálltak, és egy kicsit úgy meghiggadtak. Ez a tapasztalatom, ez az érzésem. És azt mondom, hogy ez maradjon is így. Ez nem múljon el. Ha ez nem fog elmúlni, megváltjátok, az emberiségre egy új korszak jöhet. De nem olyan új korszak, amit felülről mondják, hogy újraindítjuk a világot. Tudod, újraindítjuk. Amit eddig felülindítottak újra, annak mi egynek se örültünk hosszú távon, nem részt, de rövid távon se, érted? Az a felülindítás valahogy nekem nem jön be. Én nekem jobban tetszik az alulindítás, amikor maga az egyén változik, és ő indul egy irányba. Az nekem tetszik. Az igazán tetszik. Az azt mondom, hogy te már értél valamit. Te megértettél valamit. És mikor a gyökeret képzel elkezdnek élni, az mikor az egyén változik, a gyöker elkezd élni. Ha a gyökér elkezd élni nagyon sok helyen, ott nagy esély van, hogy a fa is fog. Igen? De ha a gyökér meghal, mennyi esély van a fának és az ágaknak? Semmi. Nulla. Igen. Egy kis bevezetés volt, amit most elmondtam, most pedig következik az, ami mindenhol szokott. Régen találkoztunk, és mindig van egy ilyen kérdésem, hogy tessék, kérdezzél tőle. És utána rögtön biztatlak, hogy nincs hülye kérdés, csak hülye válasz. Tehát itt csak én tévedhetek, ti nem tévedhettek, rendben van. Úgyhogy tessék kérdezni, régen találkoztunk, és nem tudjuk, hogy egyáltalán fogunk. Lehet legközelebb fent találkozunk, érted? És ott meg nem kell kérdezni, mert ugyanannyi volt, mint én. Tehát a kövő így mondja. Tessék, parancsolják, kérdezzél. Bátrabban, jó? Parancsolják. Minden szellemcsalád elhagyja a bolygót egy idő után, amikor letelik az ideje, és akkor hagy itt őrzőket. Igen. És ezek az őrzők több ezer évig itt maradnak. Ám még hosszabb ideig is, igen. Jó, csak mondtad, hogy... Igen. És hogyan tudják ezt fizikai testben megcsinálni? Tehát milyen technikák vannak az, hogy ezt a fizikai testet fenntartsák ilyen hosszú ideig? Mondok neked egy érdeket. Értettétek a kérdést? Mikor egy szellemcsalád elmegy innen, a kozmikus principia alapelve ennek, amit ő most kérdezett, hogy egy szellemcsaládnak egy planétán, és mindegy, hogy ez a mi planétánk vagy egy másik planéta, egy világév adatik. És érdekes, egy világév, ugye nem a mi éveinkhez kötjük, hanem egy világév úgy megy körbe, hogy körbe vagyunk, ugye ez a cikluson, amit a horoszkópoknak hívsz, de van 12, és 2160 év ugye egy világhónap, és azt megszorozod 12, és akkor 25.920 év jön ki. És ugye ennyi adatik egy szellemcsaládnak egy planétán, hogy mindent megértsen, megértse azt, hogy minek jött oda, megértse viszont azt, hogy honnan jött és honnan hova megy, és megértse azt, hogy ki az utazó, érthető. Mikor egy ilyen helyről elmegyünk, akkor az a színpad mindig átrendeződik, tehát soha nem marad úgy. És nevezhetnénk ezt majd valamilyen szintű pusztulásnak, vagy bármilyen, ez így átrendeződés. Miért? Hogy egy új színdarabhoz új színpad legyen, roppant egyszerű. Mikor viszont ezt megcsináljuk, akkor mindig itt hagyunk a mi szellemcsaládban a legnemesebbeket. Nem a leghülyébbeket, a legbutábbakat, hanem a legnemesebbeket. És a célja az a legnemesebbnek mindig, hogy majd lassan ugye a idejövő szellemcsaládnak megint a fogékony tagjait kezdje tanítani, hogy ezen a planétán mik az úgynevezett alapelvek, amit szerintük lehet működtetni az életet, stb. Érthető, így működik a rendszer. És ő azt kérdezte, hogy lehet az, hogy ezek testben maradnak itt. Hát én azt hiszem, nincs magyar ember, aki Nimrodtól ne hallott volna, ugye, és a pálosokról, akik azt mondják a Pilisben, ugye a nagy király, és nem csak a nagy király, saját testüket is képes valamilyen technikával, módszerrel, ugye megtartni sokáig. Aztán van egy ősi módszer, amit azért Egyiptomtól sokkal régebbi civilizációk, az akádoktól kezdve ugye leírták. Az aranyat 5140 fokra felhevítik, azt hiszem most lehet, hogy pár fokot tévedek, de 5000 fölé hevítik, és ez fehér porrá hullik szét az arany. Tehát maga a sárga arany fehér porrá, ezt a fehér port eszik, és ez elvileg biztosítja azt, hogy a test, ha lehet, hogy minden erős és halhatatlan és nagyon precíz lesz. Csak mondom neked a módszereket. Aztán egyet azért hagyd mondjak nektek, hogy nem mindig kell itt fizikai testben itt maradni. Érthető? Most képzeld el, hogy
biztos hallottatok arról, hogy a régi időkben az emberek látták, mikor meghalt nagyapa, akkor eljött kísértetként este, hallottatok erről? Eljött kísértetként és látták nagyapát. Most mondok nektek valamit, ezelőtt 6 évvel, Gyulaházán, Nyírkarázban a tanyán, Gyulaházán, meghalt egy fiatal, hát úgy fiatal srác, hogy 30 pár éves volt, és volt gyereke, 3 gyereke, és rákos, vagy nem tudom mi volt, meghalt, és képzeld el, mind a 3 gyerek, meg a feleség, és így fizikális szinten odament, és rákönyökölt a cserépkáját, és így nézte a családot. És tudod, mindenkibe beleszorult még a levegő is, tudod? És el voltak tőle álljó, és figyelj, látható formában. Majd egyszerűen a kislány elkezdett a legkisebb sírni, és akkor szétfoszlott. Megy? Energiatestről beszélünk, azt neve, most hívhatjuk léleknek is. Érthető? Léleknek. És ugye itt lehet maradni a lélekruhába is. És tudod, ezeknek a minőségeknek, hogy idáig eljutottak, és a világ végéhez a legjobbak, a legnemesebbek maradnak, azok képesek arra, hogy manifestálnak maguknak, ugye a lélekruhájukat tudják manifestálni, ha szükségszerű, órákra, napokra ezt meg tudják csinálni. Érthető? Van egy ilyen lehetőség. Aztán Nimrodról azt halljuk, hogy a fizikai testét is itt hagyta, mégpedig azért, mert megígérte a népének, a te fajtádnak, aki ugye a mi fajtánk, megígért, hogy vissza fog jönni. És ő nem úgy akar, hogy kisgyerekként megszületik, hanem egyszerűen fölveszi azt a ruhát, és a pálos rend, ugye, az ő fiát, a két fiát úgy hívták az egyik misztika szerint, hogy Naposz, az egyik fia, az kimaradt keleten, és a nyugati határán az ő birodalmának a Pálosz nevezetű fia. És a pálosok, ugye a fia is birtokolja, és ők képzik azt a rendetek az apjának ugye a testét. De nem csak a Nimrodról van szó. A hírek szerint a Föld nevű bolygó, most nem kell neked nézni, csak Németországban dolgozol, 10.000 kilométer óriási alagutat fedeztek fel csak Németország alatt, ami legalább 13-14 méter széles, boltíves és ma is tökéletesen járható rend van benne. Érted? Van a világunknak egy olyan története, amit neked most nem adnak ide. Nem a mi fajtánknak volt, az egy másik fajtának volt a játszótere és a mozgástere. Ők azért mentek oda, ugye, mert más volt a céljuk a Föld nevű bolygóval, és esetleg nem tudták a napot tolerálni olyan szinten, mint ahogy a mi fajtánk tudja tolerálni. Tehát nagyon sokféle módszer van arra, de a legtöbb, amit ha kérdeztél, akkor általában az, hogy bármikor tudtak testet manifestálni maguknak, láthatóvá tenni és abban megnyilvánulni, és szükségtől függően, hogy egy-egy megnyilvánulásoknak mi volt a cél és mi volt a feladata. Érthető? Hogy miért? Miért kellett neki megjelenni ott? Miért kellett megjelenni ott? Mikor ez megvolt, hogy miért kellett neki megjelenni itt és ott, akkor azt a formát vette fel, azzal a technikával dolg. Érthető ez, hogy működik? Mondok nektek egy nagyon érdekeset. Torockóban ki volt Székelyföldön? Te voltál. Torockó, ott van a Székelyszikla. És ha ben vagy a faluba a templomnál, ott ugye macskaköves az út, és ránéztek, akkor így néz ki ugye a Székelyszikla, mit csinál a sok birka? Megy, és akkor rágyarogol, felmennek a tetejre, végigmennek rajta, ki vannak fulladva. Az egy nagy kavics különben, úgy néz ki az egész, egy nagy kavics, és képzeld el, hogy az nyáron van 60 fokos úgy felmelegszik a részében felmelegszik, verejték, lefosz legalább 5 kilót, mire felmelegszik rajta. És ugye neki ez a torna. Én megálltam a két templom között, egy óriási házfa van ott ugye körülbelül ebbe a térbe. Szia, gyere, ülj le, van itt hely. Egy óriási házfa van, és képzeld el, hogy megálltam a házfának, nekidőltem, és ugye kicsit megnyugodtam. Pár szót imádkoztam, nem ezt a mi atyán kívánj a mennyekben, tehát utána gyere, engedj be, tehát nem erről szólt, hanem általában, amikor imádkozom, azt mondom, hogy szent kegyelem, megköszönöm, hogy a gyermeked vagyok, és megköszönöm, hogy ideadod nekem azt a csodálatos élményt, amíg erre a helyre jöttem. Érthető? És legyen így most. Tehát ez az imám, az nem kacifántos és hosszú és gyötrelmes, hanem célzottan imádkozom. Na és képzeld el, hogy megvan az ima, akkor egy picit megnyugszom, be van hunyva a szemem, majd van egy érzésem, hogy most nyisd ki. És képzeljétek el, hogy a Székelyszikla végéből a legmagasabb pontja egy óriási szellemlény kiemelkedett, de egy derékig. Majd megfogta és visszasüllyedt. És utána képzeld el, ez a süllyedés meg az emelkedés, ez körülbelül olyan 6 percenként történt, hogy 6 perc eltelt, akkor feljött, akkor fenn volt körülbelül egy olyan 20 másodpercet, fél percet, majd visszament. Érted? És akkor nem volt 6, és utána megint 6 perc múlva kijött. És lehetne azt mondani, a pihent agya, de amikor visszajöttek a tanítvány, így kifáradt, mindig vizet, tudod, én meg akkor már megittam két sört, ugye, mert már jó, akkor a helyi kocsmában.
Visszatek a tanítványom, és mondom, hogy dőljetek meg a fának. Csináljátok ezt, hunyjátok. És ugye négyen öten ott megálltak, és mondtam, hogy hunyjátok be. És mondjuk a szólók nyissátok ki. És akkor jött ki, emelkedett fel, akkor kinyitották a szemüket, és nézzetek oda. Kedves testvérem, 6 tanítványból 6 látta. Érted? Csak a birka nem oda megy, ő megmássza a hegyet. Tudod? És ugye kimentünk az Andesbe, az Andokba, kint voltam Peruba, ott is hát most megmászni a hegyet, tudod? Én meg fogadtam egy lovat, tudod, hát tudod, én is levegő, képzeld el. Hát én ott inkább el sem mentem volna, hogy a lelkről megnézem, az kész, biztos jó lenni. Fogadtam egy lovat, és lóháton felmentem. És ez kérdez, a hegycsúcs előtt 500 méterre kifeküdt a ló. Azt mondja nekem a perui Camino, hogy menjek sétálni. Hát mondom, nagyon járt, hát kifizettem hozzá nekem a mi országot. Hoztak egy szamarat, és akkor szamáról fölmentem, de ott is a legvégén, hogy 100 méterig kell kigyabolni. És képzeljük, hogy Peruban van egy ilyen misztikája ugye magának a hegynek. A hegynek a misztikája következő, hogy a peruviak nem mennek fel a hegyre szórakozásból. Csak azért megy fel, mert képzeld, ott termelik a krumplit. 4500 méter magasan. Ha annyi föld van, mint ennek a negyede, akkor képzeljétek el, naponta 2 kilométert vizet felviszik, és oda felgyalog. Ott viszont tényleg felnéztem, amikor mondta a krumplit, hogy ahol itt halnék éhen, így biztos, hogy nem mennék fel. És képzeld el, azt mondja, hogy passzióból nem mennek fel a hegycsúcsra. És a hegycsúcsára soha nem megy fel Peru, semmilyen indokkal. Úgy hívják a hegyet, hogy így szó szerint, magyarul mondom, de ők is így hívják, apu. Apu. És figyelj, kimegyek Mongóliába, és azt mondja nekem, hogy Ulán Bátor, az a fővárosa. És a bátor náluk ugyanazt jelenti, mint náluk. Így a bátor az azt jelenti, hogy bátor vagy, érted? Ulán az meg vöröset jelent, tehát vörösben. Na, kim vagyok, és képzeld, azt mondja a perui, hogy apu. És azt mondja, hogy az ember nem mássza meg az apját. Nem vicc, amit mondja. Nem fog felmászni az apja hátára, és nem fog rájönni a fehér az apjának. Azt mondta, ez a legnagyobb fokú tiszteletlenség, és nézik a fehér embert, hogy ez a mániája. Érted, hogy mindig fel, meg a legtetőre, meg felcsúszni, stb. Soha nem mennek fel. Áldoztak, úgy hívják, hogy pacsatata másképpen, ugye, vagy apu. Azt képzeld, áldoztak, de soha nem mentek fel a csúcsig, mindig ott valahol találtak egy ballongot, és ugye oda tették ezt be neki. Tehát visszatérve, a székely sziklát is megmászta a magyar, és büszke, hogy ő mekkora magyar, hogy megmászta. Én meg azt mondtam, te nem láttad meg az értelmét. Az a székely szikla egy ilyen őrzőnek a lakhelye. Például képzeljétek el, egy őrzőnek a lakhelye. És el kellene gondolkodni, hogy került oda. Pont az olyan érdekes dolog az a Torockónál, hogy ez nem igaz. Nézd meg, Torockó is maga a legmagyarabb magyar hely, az egyik legmagyarabb magyar hely ugye Székelyföldön. És ugye visszatérve, nagyon sokféle, akik birtokolják azt az erőt, hogy az anyag fölött képesek létezni, érted? Aki birtokolja azt, hogy uralja az anyagot, annak játék az, hogy én hogyan hozok létre egy testet. Emlékeztek még a mesénkben is benne, hogy terül-terül asztalkám. Emlékeztek erre? Terül. És megterült. Bunkócskával még ment, és érted? Hogy kerül ez a mesébe? Mi ennyire hülyék vagyunk? Vagy ennyire pihent agyú őseink voltak, hogy csak ezzel az hazugságot találtak ki? Nem. Ennek mindnek volt valós alap, érted? A materializáció, tehát materializálni magát a dolgokat. De egy őrzőnek, akik itt vannak, most, hogy már befejezem a kérdésre a választ, az őrzőknek nem mindig az a feladat, hogy fizikai szinten megnyilvánuljanak. Az őrzők képesek arra, hogy látják azokat a minőségeket, akik valahol már elértek, akik erre szenzitívek, fogékonyak, maga ez az őstudás az ősbölcsességre, és hogy esetleg hogy lehet másképp érzékelni, látni, és innen kijutni majd ebből a világból. És most az őrzőknek óriási a feladata például, mert a mi szellemcsaládunk is elkészülőben van innen, azért ezt tudni kell, ez nem vicc. 2012-t azért nem véletlenül várták az emberek, mert az egész világban volt szar, hogy valami fog történni. És történt is valami, csak mindenki azt hitt, hogy recs, és így fog történni. Hát nem így történt, elindult egy folyamat, nézzetek vissza 2012 óta. Azért, kedves barátom, 9 éve eltelt, és érdekes a 9-es szám megint. De én azt hiszem, hogy a világunkban az elmúlt 9 évben annyi változás történt, és nem pozitív, ha figyelitek, a mind figyelmeztetés jellegű. Tehát ezek a szellemények föl tudják venni a kapcsolatot a napfonattal. Fel tudják venni a lélekruhával, fel tudják a szívcsakrával venni a figyelmet, fel tudják magával a szellemmel venni, aki te vagy, aki most a tobozmirigyre rakik. De most képzeld el, hogy
Én oda megyek egy emberhez, és elmondok neki egy titkot, aki most jött ki Győrbe a Putyini gyárból, emlékszel, vagy a Audi gyárból. Elmondom neki, menj a picsába. És megy tovább, ugye megy venni három dobos sört, mert ugye most pont azt vágja, érthető. Majd beül a tévére, és nézi az Izaura tévét, vagy a fotballt, vagy nem tudom, értitek? Tehát fontos az, hogy ezek a szellemi minőségek rá tudják azt, hogy ki az, akibe be lehet ezt tenni, ki az, akit meg lehet érinteni, és meg lehet szólítani. És nem kell, hogy fizikai formát fölvegyen. Néha alkalmazzák ezt, de nagyon ritkán, hanem egy mentális szintű kommunikáció folyik azokkal. Nézd, amikor földön kívülekről hallottok, akkor mindig az, hogy a földön kívülek mentálisan kommunikálnak az ember, nem fizikálisan hallottatok erről. Tehát nem fizikálisan szól hozzá, hogy Géza gyelemán, mert ez meg ez van, hanem a fejébe hallja a hangot. De tisztán, és érdekes, mikor mentális kommunikáció folyik, nem felejtik el. Érted? Az megmarad. Megmarad. Majd ők ezt a mentális kommunikációt tudják törölni, figyeld meg, és akkor hipnózis meg elő lehet hozni, ugye ezzel görcsöl most a világ. Mikor valaki azt mondja, hogy őt igenis elvitték, hogy valamilyen információt kapott, és utána törölték, valami előjön neki, de beviszik ugye regressziós hipnózisba, és olyasmit mond el, amit, és regressziót nem lehet hazudni regresszióba, érted? Ami ténylegesen ugye ez valós történetek. A tudomány tudja, hogy működik a regressziós hipnózis, de amit elmondanak, azt nem fogadja el, nem építi be a társadalmi rendszerekbe, nem építi be a történelembe, nem építi be esetleg a jövőépítésbe, érted? Mert neki van egy hülye elképzelés, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát közben az őrzőkről itt nagyon gyorsan lenni. Köszönöm. Van egy kérdésed? Parancsolja. Már ezekért a történetekért is köszönöm, hogy találkozunk. Én is köszönöm. Hát azért, hogy elfáradtál pár. Nem fáradtam, szívesen jöttem. Igen, elmondtad, de volt között, kettő között volt néhány akadályozó tényezés, legyőztél, és köszönettel tartozunk érte. A napokban szerintem nem kis figyelmet keltettél az oltás koncepcióra. Szeretnék rákérdezni egészen pontosan, hogy tervezel egy olyan technikát, egy olyan tanfolyamot, ahol ezeket a hatásokat lehet valamilyen alkímiai rendszerrel, vagy egy tematikus rendszerrel a tudásod szerint blokkolni, csökkenteni, vagy esetleg nem felkészülni rá. Tehát, hogy tudsz nekünk abban segíteni, hogyha valaki kénytelen felvenni és kénytelen pápára elutazni a vakcinát, akkor azért nem tudjon is valamit tenni. Hát most nézzétek ki, én nem tudom, miért akartuk elmenteni. Érted? Tehát egyet értsetek meg. Ahova beoltják azt az injekciót, az a test. Egy? Az test. A lélekre az nem hat. A bölcsesség, meg a félelem, az mind a kettő lélekbe foglal helyet. Akkor lenne megfelelő az arányuk, hogyha pont annyi bölcsesség és szeretet lenne a lélekben, mint amennyi félelem, meg gyűlölet. Érted? Akkor meg lenne az egyensúly. De hát duális világ, annak ott kéne lenni. De a vakcinával, meg az injekcióval nem tudnak neked, nincs lélek vakcina, meg nincs lélek töltött káposzta, emlékszel, meg nincs lélek csók, érted? Azok fizikálisan jó mindegyik, érthető ezt a történetet? Mikor elkezdik tudni ez a szkeptikusok, meg az összeesküvés elméletesek, engedd meg, hogy mindig van annak is alapja, amit ők előhoznak, de fogjátok, hogy 1%. 1%. Ők megtanultak felfújni a hangyát elefánt, tehát ennek nincs értelme. Ezt csinálja a média, ettől tanulták meg, emlékszel, a média meg a másik irányt fújja, aztán megfogja holnap emlék irányt fújja, mindig amerről fúj a szél, amit a nagyvezír kimond ugye egy-egy országba, a nagyvezírnek a szándékát, az akaratát, ezek mondják tovább, ugye, és a média meg van fizetve, és az újságíró nem tud mit csinálni, hát ő benne áll egy sorba, és ő be van fogva ugye egy szekér, és egy ökör mögé, és neki kész azt kell mondani. Ha nem azt csinálja, holnap nem dolgozik ott. Egyet értsetek meg. Elmondtam sokszor, de most elmondom még egyszer. Én gyerekként, mikor fölnőttem, akkor volt a járványos gyermekbénulás. Szabincseppet adtak, ugye. Ez ellen képzeljétek el, két osztálytársamnak a szülei, azok ilyen veszett kommunista rendszeren belül, de ők keresztények voltak, és ugye jött a pap az eszméletlen okos értelmes fejével, és azt mondta, hogy ez az ördögnek a valamije, amit adnak az embereknek, és nem adták Csáki Jóskának, az egyiket már nem tudom, másik osztálytársamat hogy hívták, Csáki Jóskának a bal kezes orvettel, a másik főnek a bal lába, képzeljétek el. És képzelj, egész életüket úgy tudták, le tökre volt téve. Ugye mi jött, beadták kész, semmi gondom, na, most is egészségesek vagyunk, és nekem az olyan elrettentő volt, nézze azokat a gyerekeket, tudod, hogy
vidám, és tudod, a gyereknek nem árt, és nem vette az oncokon akkor a gyerek, de amikor felnőtt, és felnőtt ember lett, és akkor látta az apja, a szüle, hogy mit csináltak velük, érted? A hülye papnak a határ, érted ezt, hogy működik? Most képzeld, van egy másik ilyen pandémia, egy világjárvány, volt nagyon sok, de hát azért ilyenben nem találkoztunk még, amit most látok. Lehet erről bármit hazudni, beszélni, ilyet biztos, hogy nem találkoztunk, ez nem volt kész, ezt vegyük tudomásul. Kedves testvérem, az Vilás Béla hozzáállása az, hogy, és ugye a közösségnek is ez a hozzáállása, hogy az élettől értékesen nincs. A másik értékes dolog a szabadság. Érthető? Arra kell figyelni, hogy ha mégis az ember azt mondja, hogy be kell adatni, akkor arra kell figyelni, hogy melyiket adatod be. Ugye majd kamerán kívül elmondom neked, ugye, hogy melyiket célszerű. Ez egy nagyon érdekes történet. De nincs benne olyan, amit mondanak, hogy téged majd meghűítenek, meg majd jön az 5G, meg a 6G, és játszanak meg joystickkal, mint a hülye gyerekkel, és elkezdenek irányítani és befolyásolni. Itt állok előtted, ha engem elfogadsz, akkor fogadd el. Ennek a vakcinának ilyen hatása nincsen. Olyan hatása van, amit még ők sem tudnak, ugye egy emberkísérlet zajlik, de képzeld, nem csinálták volna ezt az emberiséget, azért rakjátok össze. Ha nem csinálják, akkor képzeld el, most Európa nagy része ugye meghullott volna, azért ezt rakjátok össze, ez a történetet. Azért látni kell, hogy például Izraelt leoltották 50, nem tudom, több mint 5 millió embert, megállt a vírus, érted? Ennyi a történet. Most Magyarországon, ugye hát, de nem lehet itt elmenni, tudod azért a hivatalos közlésből, hogy mi hogy van. Most képzeld el, hogy a Washingtonba, a Washingtoni Egyetem, nem tudom, olvassátok a Világhálón, közölte, hogy 9300 halottat nem írtak be a magyarok az éve. Washingtoni Egyetemen tudják. Napra készek. Bill Gates ezelőtt egy hónappal elmondta, hogy lesz, hogy Magyarországon 500 ember fog meghalni, 3-500 ember között. Bejött neki. Hogy működik ez? Hogy működik ez te? Te vagy az ördöggel vagy kapcsolatban, ez egy eredeti vírus, tudod, itt a Földön, vagy azzal vagy kapcsolatban, aki csinálta, hogy te csináltad, te másképp nem tudod. Érted? És akkor lehet ezt játszani, milyen genetika, meg hogy és kire, hogyha. Visszatérve, kedves testvérem, egyet tudnunk kell spirituális embereknek, ha el kell innen menni, akkor elmegyünk. De nekünk van egy roppant előnyünk a világ többi vallással meg emberével szemben, mi tudjuk, hogy honnan jöttünk, és tudjuk, hogy ha innen elmegyünk, akkor nem oda menjünk 2-20-ba, a kremába. Oda viszik a formát, amit használtunk 60-70-80-90 évig, érthető, de minket oda nem visznek. Mi örökkéltő szabad szellemek vagyunk, és úgy hagyjuk el a fölnevő bolygót, hogy a lélek ruhánkban, hogy pont úgy néz ki, mint a fizikai test, csak ragyogóbb és tisztább, mikor az agy nincs benne. Érted, nem a fizikai test. Tehát a spirituális embernek van egy roppant elődnye, egyet tud, hogy a halál az nem a vég, és ha neki meg kell halni, akkor egy sokkal nemesebb helyre megy haza, mint ahol most voltál. Jézus a tanítványa előtt áll, és azt mondja neki, az én országom nem ebből a világból való. Ne mondjad, főnök, de mondom nektek. Hát de mesélj már arról a világról, azt mondja, mesélek. Abban a világban nincs békétlenség, abban a világban nincs éhség, abban a világban nincs betegség, abban a világban nincs szomorúság, abban a világban nincsen halál, nincs háború, érted? Vagyis pont az nincs ott, ami itt tönkretesz az életet. És egy jó figyel minket oda, nem. Azt mondja, én azokért jöttem, azoknak csinálok ott helyet, akik megértették azt, amit én. Érted? Nem mindenkinek. Nem az, aki elmegy a templomba, és a pap meglosolja, tudod, az eltolt súlyú kereszttel, ugye? Hanem azt mondta, azoknak megyek és helyet készítek ott, akik megértették azt, amit én, értitek? A spirituális ember lesz, ha magába vés, és ráadásul még az ő könyvükből vette, nem is én találom, kiképzeld el. Ezáltal inspirálnék nagyon sok keresztény embert, hogy legyen már annyi benned, annyi bölcsesség, hogy ezt te is észrevedd. És akkor ordítom az ilyen embereknek, hogy tudod mi? A te könyvedben is benne van. A Föld nem a Földhöz köt bennünket. Jézus mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Érthető? Egy másikból, ahol csupa nemes dolgok vannak. És a halálod, mikor bekövetkezik, akkor képzel ebből a küzdelmek, ebből a harcok. Nézd be minden napjaidban. Én nem hiszem el, hogy az emberek élvezik az életet úgy, hogy non-stop. Felkelnek estig, és élvezel egy hónapot végig. Én ezt nem, ránézek, és tudom, hogy nem igaz. Most a hasa megy, most szorulása van, most köhög, most be van szarom, most fél, most nem elég a fizetés. Ennek nem tudom, melyik tudnék sorolni, tudod? Most elhagytak, most becsaptak, most megvezettek, érted? És kezdődik az egész. És azt mondom, hogy ilyen, mikor jön a halál, akkor a halál semmi másról nem szól, oda megyek haza. Ugyanakkor azt fordítom nektek, hogy a földi életnek minden másodperce kincs.
Mert elvileg itt olyan kincseket lehet szerezni, ez is ez a fiúhoz kötöm, ez a Jézushoz. Azt mondta, hogy olyan kincseket lehet szerezni, amit nem eszik meg a rozsda és a moly. Értitek? De azt viszont csak itt lehet szerezni, képzeljétek el. Nem lehet már, fenn nem lehet szerezni. Csak itt lehet. Ha ez igaz, hogy itt kincset lehet szerezni, és szállítás előtt, hogy nem eszik meg a rozsda, meg a moly. Hát akkor miért ne lenne értékes minden pillanata? És ha nekem most ugye valamilyen szintű biztonságot tud adni egy ilyen oltás, érthető, és ugye az oltás azért nem titkolják ők, nem véd attól, hogy ne kapd el a vírust, attól se véd, hogy továbbad ezt a vírust, de képzeljétek el, mikor egy harmadára csökkente az esélyedet, hogy elkapod, és egy harmadára csökkent annak az esélyét a szenvedésnek, amit ugye sokan szenvednek és belehalnak. Ezt egy harmadára csökkenti. Ez viszont tény. Ez biztos, hogy tény. Tudod, az amerikai hadsereget leoltották az egészet, képzeld az egész hadigépezetet, azért nem annyira marha egy amerikai hatalom, tudod, hogy most kiirtja a saját hadseregét. Azért ezt rakjátok el. A zsidó emberről lehet sok mindent mondani, de azt nem lehet rámondani, hogy buta, és leoltotta az egész országát, érted, és meg is állította. Azért most is mondom, ők aránylag zsenik a Föld nevű bolygón, 2000 év jogán visszaszereztek egy országot. Nekünk 100 éve ment el Tianon, hát esélyünk sincs, hogy visszacsináljuk, érted? Érted ezt? Tehát visszatérve nem hülye emberek ezek, ezért ezt rakjátok össze, érthető? És aki nektek azt mondja, hogy nyolj be, mert te, és felhív tanítványom, Béla, nehogy beadass magadnak, de tudod, ilyen rimánkozva. Mondom, figyelj már ide, most vagy nem mondjam a nevét. Mondom, te normális, te tyúkszaros, érted? De majd az enyémmel foglalkozol. Hát figyelj, ezerszer úgy tudok magamra vigyázni, mint te, és megjártam a poklok felnekét, nyugodt legyél. Én megjártam, kedves testvérem, nem egyszer, itt a Föld nevű bolygón. Levittek, megküszködtem, megharcoltam az életemért és másokért és mindenért, érted? Mindenért. És ugye te most akarod nekem megmondani, hogy mit csinálok, mikor holnapra nincs pénzed, hogy mit fogsz enni. Mikor nem tudod, hogy holnap mi fog veled történni. Mikor nincs semmid és az út szélén élsz szinte, és te akarod nekem megmondani, hogy én mit csinálok és mit ne csináljak. Most itt vagyok én, és miután ezt elmondtam nektek, amit elmondtam, azt mondom, hogy mégis azt mondom, hogy ez a te életed. És neked kell eldöntened, hogy beadatod, vagy nem adatod. Én akkor is imádlak és szeretlek, és tisztellek téged, ha nem, és akkor is imádlak és szeretlek, és tisztellek téged, ha igen. Érthető? A bölcsességet, ha most kinyitottad a bölcsesség kapuját, akkor értetted, hogy én mit akartam ordítani. Az élettől nincs drágább, és ne feledd el, add neki egy papírtan a szabadságot is adja valamilyen formában. Tehát nekem ez a kettő a Föld nevű bolygón, az élet és a szabadság, ez nekem ettől értékesebb nincs. Érthető? És a lélek és a szellem beolthatatlan. Megy? És nem a test hat, meg az elme, meg amit a testbe beoltanak, nem az hat a lélek, egy kicsit hat ugyan, de a szellem sokkal intenzívebben és erősebben hat magára a lélek és a test is. Csak tudnunk kell azt, fel kell fognunk, és minden nap, életünk minden pillanatában, de legalább 5 percente kellene arra emlékezni, én egy örökkéltő szabad szellem vagyok. 5 percente, Béla! Hát figyelj, 2 percente mondod, hogy de hülye vagyok, érted? Hogy csak ki kell cserélni erre, érted, hogy én egy örökkéltő szabad szellem vagyok, érted? Roppant egyszerű. És akkor már megvan azt tudod, hogy megvan a másik program, a plusz program megvan, amit esetleg te félsz ettől, hogy téged beoltottak, hát mindentől lehet félni, hát anyósodnál lettél már túros galuskát, az Isten tudja, mit tett bele, érted? Érted ezt? Hát mindentől lehet félni, lehet, persze, hogy lehet félni. És ugye lehet ettől, hogy ittam, és tudom, mikor isznak az emberek. Például nézem ezt az alkoholokat, isszák, amikor voltakban lehet venni, tudom, már oda, nem is írják rá, hogy pálinka, hanem mit írnak rá? Szeszesítal. Látod, testvérünk tudja. Tehát szeszesítal. És hát azért képzeld Magyarországot, a szocialista rendszerben, hogy Kisvárdal vitattak, Kisvárd és Szeszipar a vállalatot, hogy cseresznye a kört, emlékeztek rá minden a világon. Hát azok tudjátok, mennyi gyümölcs volt a világon semmi. Képzeld, krumplóból csinálták meg kőolajból, kevesen tudják. Ugye nem tudom, ha hiszem, a 32. gyököt kell kivonni a kőolajból, és nem benzinet belül, hanem vápálinka, tudod? És akkor ilyen nyavajákkal ugye ízesítették. Visszatérve, kedves testvére, amikor azt mondom nektek, hogy
bármit ilyesmit megisztok. Hát nézd meg, kirtja a máját, tönkteszed a gyomrot, szép teszi a belet, meghűíti az embert, ránézel egy ilyen ember megivott hatot, és nem, azt látod, nem is ember, érted? Hát nem attól kell megijedni, ugye, amiről most kérdeztél, hanem ezektől kell megijedni. Tudod, mitől kell megijedni, amikor előbb megveszed a boltba a élelmiszeredet, hazamenned, és úgy végigolvasnál az apróbetűs részt, meg az emetiket. Attól kéne, sose olvasod végig. Mikor beveszed a vitaminjeidet, meg a gyógyszereidet, el kéne olvasni, mi van az apróbetű írva. Mikor kiveszed belőle, akkor van egy nagy paksavéta benne a dobozba, előveszed, úristen, és akkor kidobjuk. Érted? Ezektől kell megijed, nem ezektől, kedves testvérem. És megint azt mondom, hogy a tanítványaink bementek, és azt mondta, eltérte a miért belőlták, két keze közé fogta, és ugye vagy rárazott egy sok urájt, azt mondja, vagy pedig mondta, hogy gyógyító örökfény, ragyog be tiszta ragyogó fényeddel, és látod, hogy ez egy gyönyörű ezüstül a folyadék, és beadották. Meg az orvos nem érdekli, fogdoshatod, azt csinálsz, hogy takarsz, és így adatta be magának, érted? És kedves barátom, nem hűltek el tőle, nem butultak el az emberek tőle, nem lettek értéktelnebbek, nagyon sokkal találkozom, tehát azt mondom nektek, hogy mindenkinek a saját döntése legyen, de ez nem egy olyan bonyolult dolog, amit csinálom belőle. Oké. Köszönöm. Van-e még kérdése? Bátran, parancsolja. A következő életből vissza lehet nyúlni az előző életekben mondjuk egy figyelmeztetés erejéig? A következőből, az előzőből? Tehát te nem is a mostani életről beszélsz akkor? Hát én megtapasztalásom volt, hogy én hallottam a hangot, hogy mit csináljak. Ez, és azóta már olvastam róla, hogy ez elképzelhető, hogy egy jövőben... Ne folytasd, ne butítsuk el egymást. Senkivel. Ez az őrangyalnak a hangja mindig, édesanyja, az őrangyal. Az őrangyal viszont ez életedről mindent tud. Még egyszer forra mindent tud. Mielőtt leszületünk, az őrangyalt magunkhoz hívjuk, kész, összeállítottuk saját magunknak a filmet. Azt a filmet, amit le fogunk játszani. Összeállítottad te, ma összeállítottuk, amilyen itt ülünk, hogy itt leszünk pápán. Érted? Mindenünk ezt berakta ebbe a filmbe, majd mindenünk odahívta a saját őrangyát, és mutattuk neki, lemegyünk. Mikor len leszünk, azt se hiszük el, hogy te vagy, azt se hiszük el, hogy az élet előre el van rendezve, de ettől függetlenül vigyél minket el ide. Érthető? És az őrangyal elhoz. Nézd meg, hogy hány akadály volt, hogy ne legyél itt, mégis itt vagy. Érthető ez? Tehát így működik a rendszer. Mégis ő megharcolta, megküzdött és elhozott itt. Megy? Így működik a játék. Tehát az, az ő inspiráció, az ő hangja volt. Az előző életek hatnak erre az életre, hogy erre is válaszoljak nektek? Természetesen, hogy igen. A mostani életünket mindig az előző életek, ha lehet, hogy mondani, inspirálják. Az előző életekben elkövetett hibákat jöttünk most rendbe tenni. Így, egyszerű. És azt mondja, hogy mégsem emlékszek rá, dehogy nem. Képzeld el, hogy te nem akartál Jóskához feleség, minden körülmények között Pistához. Emlékszel? Te nem akartál Trabantot venni, te Skodát akartál, vagy Warburgot, érted? Csak mondom, érted? Miért? Ezen gondolkodjatok el. Tehát más volt a terved, te nem szereted a gulyáslevest, hanem te mit a húslevest, érted? Tehát képzétek el, hogy van az előző életnek hatása erre az életre. Miért nem érezzük ezt jobban, tudod? És sokan mondják, hogy milyen egyszerűen amikor tudnánk, és milyen egyszerűen a kiegyenlítsünk a karmánkat, meg a sorsunkat. Ha tudnánk, hogy mi az Istennek jöttünk ide. De mondom, képzeld el, hogyha egy áttetszene az élet, és most ő fogja a kezét a párjának, és hogy szokták egymást szeretni mondjuk éjszakánként, és közben emlékezne rá, hogy az előző életben az anyja volt. Hát nehezebb menne az ölelkedés, érted? Tehát az se jó, mert ez túlságosan áttetszik ez a történet, meg az se előnyös, meg érthető ez? Az se túlságosan előnyös, mikor ez nagyon áttetszik. De vannak sejtések. Ő kell, ő nem kell, ő von, érted? Mindig van, mikor vannak ezek a belső indítatások, nem amit kívülről kapsz a plakátokra, meg a tévén, meg az internetről, mert annak pont az a célja, hogy a sorsod tönkre tegye, hogy még sok életen keresztül ide legyere. De ha már nincs sok élet, mert annak esetleg ennek a ciklusnak vége, mint a testvérünk ugye kérdezett, akkor kedves testvérem, aki nem járt ezt végig, az viszont az marad. És két típusú lény marad itt, és megvár, hogy egyszer majd hátra eljárunk, az egyik az őrző, a másikból viszont akiből lett tudott darálék. Érthető? És ők is itt maradnak, nem tudom, ki olvast esetleg valamikor a Elizabeth Hicesnak a Beavatás című könyvét, az első. Másikat ne olvasd, az már értéktelen. De ez, én ezt elmondom, nem kell elolvasni, csak mondom, hogy ez egy tökéletes válasz, hogy mit jelent itt ragadni. Érted, mikor a szellemcsalád elmegy? Tehát az volt brutális, ez így működik a rendszer. Tehát mindenkinek azt javasoljuk ugye, hogy nem kivinni a figyelmet, hanem bevinni. Benn mindig ott van, hogy hol van helyet, hol nincs helyet, mit csinál és mit ne csinál. Oké? Okay? Nem.
Mond. Egy kedves barátom megkérte, hogy kérdezzem ezt meg. A kislánya nagyon, de retteg a mély csípéstől, vagy akármilyen csípéstől, és az egy probléma, ki akar költözni valahová, és így a kislánytól nem tud kint lenni, úgyhogy nem mer már lassan kimenni. De a méhecske nem csíp, én nem tudom bérten attól félni, meg nem is, nincs az a baj. Hát mondjuk szúr, igen, ő mondja a nagyon hozzáállása. Hát a falusi gyerekek meg direkt ott rohangáztak egyre katya nélkül, és azt mondták, hogy mekkora volt, mikor megdagadt nekik tőle, tudod? És az dokios csak azért mentek el, hogy a pályást vegyek a dagadáson. És azt mondták, az idősebb férfiaktól látták ezt, úgyhogy. De visszatérve a kislányra, lehet ez egy traumatika, esetleg egy múltból, egy előző életből jövő, ugye valamilyen élmény? Természetesen, hogy igen. Mondok erre nektek példát. Elhoztak anó 20 pár éve hozzám egy gyereket, és azt mondta az édesapja, hogy ha egy gilisztát meglát, elájul. Először elkezd rettentően ordítani, és fél topozik, hogy elájul a gyerek. És hát addig ment, ugye orvosok látták, pszichiátereket hordták, és semmi változás. Elhozták a gyereket elmúlt héttől, és bevittem egy hipnózisba. És képzeld el, mondd meg, hogy hol vagy most. Azt mondja a gyerek, hogy egy hintázik. És képzeld el, hogy de milyen érdekes, franciául beszélt a gyerek. Soha életében nem volt kint az országban, franciául, és szó azt mondta, hogy van Franciaország 7 évesen. És képzeld el, hogy azt mondja, franciául beszélt, mondd meg, hogy beszél magyarul. Jó, akkor beszélt magyarul, képzeld el. És hol vagy? Mondja, hogy egy nagy fára fel van kötve ilyen két mazzag, és ott hintáznak. És franciául beszélt, gondolom valahol, vagy francia nyelvterületen valahol van, még ugye elfoglaltak valamit azt is, vagy Franciaországban. És képzeld el, esett a fáról egy, és mondom neki, mesél Michelt, hintázunk, a barátnőm ezt és ezt csinálják, és akkor leesett a fáról valami kígyó, és beleharapott ide a két szem alá. És elkezdett ordítani a kis csaj, és akkor rögtön visszahozzuk. És akkor abból a napból, abból az állapotból kihozzuk, utána úgy csináljuk, hogy visszük előrébb. És akkor vittem, hogy most előrébb menjünk egy napot, most mit csináltok, most fogócskázunk, és nagyon jó kedve van, és onnan hozzuk vissza. Tehát marad az az élethelyzet, szituáció, ahol van, csak abból a csipésből elviszük, és előrébb visszük, vagy hátrá visszük, és onnan hozzuk vissza. És onnan visszahoztam, és képzeld, elmúlt a gyerekbe ez a... Tehát ott törlődik az élmény. Tehát megtaláld ott az okot, és azáltal ugye törlöd, hogy egy pozitív élményen hozod vissza abból a világból. De így működik a regresszió, tehát nem csak ugye ezt nagyon precízen, meg Daubner Béla például nagyon elsőszta ember volt belőle, nem tudom, létezik-e ő még. Ugye, tessék? Igen, létezik. Ő nagyon profi volt ebben a dologban, és sok emberen segített. Tehát azért mondom neked, hogy ezt így lehet, tehát lehetséges az, hogy egy mélyeskétő való félelem. Igen, minden félelem, ami nagyon mély, és nincs benne a logika, az igen. De lehet egy hülye nagymama, vagy keresztanyú műve is, tehát ezt így rakjuk össze, nem kell mindig az előző életben keresni a bajt. Most engedd meg, hogy amikor én rájöttem a regressziónak a sajnos a nem pozitív voltára, mégpedig az, hogy a regresszióhoz meg tud mindent oldani, csak az, hogy mire elmegy oda, addig átszakít, 10-15 ilyen feledés fájkodtam az életek közében van húzva, és sajnos vissza nem lehet csinálni. Egy problémát megoldottunk vele, és jött 20-30, képzeld el. Érted? A Reiki-nek van, a Reiki 2-es fokozat után van a Seiheki nevezetű szimbólum. Az a Seiheki szimbólum, az kedves testvérem, az át tud menni az időfalán, nem szakítja szét, megoldja ott a problémát, nem rabja ennek a térnek és az időnek, ott oldja a problémát, és visszajön egy pozitív élethelyzetre. Tehát még egyszer. Tehát van rá megoldás, te is tudod csinálni, meg lehet csinálni természetesen. Oké. Van-e még kérdésed? Béla, Gestalt-drukkra tudsz valami megoldást? Hát tudni kell életem, tanulni kell az egyik megoldás. Igen, ez jó működő megoldás. De hát tudom én, hogy az ember hülyére tanulja magát, és akkor oda megy, akkor rájön, nem tud semmit. Minek kimegy a fejébe, és a lukas fazé. GPM-i vezetésre. Tudok vezetni, csak vizsgázni rám. Hát ezt magyarázom. Tehát mindent tudsz, csak mikor oda mész, akkor minden kimegy belőle. Kész. Ez a történet. Ilyenkor mit kell csinálni? Megint a Seihekit javasoljuk. Ez angyalt javaslunk, nagyon profi, megfelelően programozott kristályt, te voltál a körigen, ha tanítványunk, valamelyikről kérsz, megcsinálja neked első osztályt. Tehát sok mindennel lehet segíteni. A legegyszerűbb az, hogy saját magadnak benézel a tükörbe, és azt mondod, ez a szomszéd azt mondja, Isten igazából még
beszélni szó normálisan, úgy megy azzal az autóval, hogy hú, hát ha ő megtudta, hogy miért nem tud, jó, felidegesíted magad ezzel, és akkor bejössz az autóban, nincs stressz, mert már otthon felstresszelted magad. Tehát ezt az egyiket ki lehet, nem vissza, amit mondok, ki lehet oltani az egyiket a másikkal, tehát így működik a rendszer. De mondom, kristály, angyal, mindegy, mindegyik tud segíteni, tehát ezek jó megoldások, jó előtte, oké. Okay. Van-e még kérdésed? Igen, és szeretném megkérdezni, hogy a párkapcsolatban tudhatod-e azt, hogy a párod a lélektársad, vagy az ikellángod, és hogyha igen, akkor honnan? Hát ezt az ikellángot azért felejtsük el, meg a, hát a lélektárs az talán inkább, de hát az inkább ő. Inkább úgy fogjátok fel, hogy egy pár az egy kerék. Érted? Úgy fogjátok fel, hogy két félboldat összeteszünk, akkor gorul, ugye? De az érdekessége az, tudod, hogy a kerekek nem így vannak összetéve a karma szempontjából, hanem van két kerék, és így van összetéve a két kerék. Nem két fél van összetéve meg, hanem két egész kerék van összetéve. Értitek, hogy működik? Itt is van egy egész kerék, és így vannak összetéve, és így lesz. Érthető? Ezt, amikor leülünk a világba, amikor a spirituális emberek is agyonhűítik fel az embereket, érted? Nem, te fél vagy! Te nem! Nem tudsz igorulni! Fél volt vagy! Nem. Mindenki tökéletesen egész, és még te nem jössz rá az egész voltodra, addig lehet az Úristen párod, lehet 100, az egy sem fog hozzá passzolni. Érthető? Vagy azért, mert ő se kerek, és te se vagy kerek, és most képzeld el, két félig kész ilyen kerek, hát az meddig fog, az zakatod, az lötyög, és aznak jó vége sose lesz. De egyet tanuljatok meg, tehát még egyszer, ez úgy működik, hogy nem két fél van is azon összerakva, hanem van két egész kerék, és így oldalról van összerakva. Emlékszel a két kerék, annak így kell. Először vékony, ha összeraktuk, megfelelő talpa van, precízen tud gondolni, és az egyensúlya meg. Ha nincs meg a másik fel, akkor nincs meg az egyensúlya. Az ember mindig libeg, és ugye be lehet könnyen csapni, meg lehet vezetni, keresői válik, állandóan keres kutat. Tehát ezen kell úgy így végig gondolni. A kérdésed mi volt végül? Hogy? Honnan tudhatod? Nézd! Ha egy ilyen kerekkel fogtok találkozni, aki tudja magára, hogy ő kerek, akkor meglátjátok, hogy az ember nem tudja, miért elkezdnek hozzá vonzódni. Azok, akik még nem kerekek. Így működik. És úgy érzik, hogy az a párjuk. Nem. Ő csak egy felhívó lehetőség arra, hogy eddig a minőségig el lehet jutni. Egy ilyen mellett könnyebb eljutni, igen, szerintem könnyebb eljutni. Egy fél mellett esélyetek sincs, hogy eljussatok, érthető, ez így működik. De most a világban képzeld, ezzel nem foglalkozik senki, tud, mivel foglalkozunk? Mózes felment a hegyre 10 parancsolatért Istenhez. Kihozták a zsidókat Egyiptomból, keresztül a Vörös-tengeren, emlékszel? Benne volt a tüzes kemencébe, Sidrák, Misák, Abednégó, érted? Akkor Jézus meg felszegelték a fára, és lejött, és betették, és feltámadt, érted? Tehát ezt tudod te. De megkérdezem, ennek a hazugságnak mi értelme van? Mi közöm nekem az, hogy a zsidókkal mi történt X, meg Y, meg mit csináltak? Nekem nincs hozzá közöm. De képzeld, hogy ezt, amit most kérdeztél, ennek a misztikáját, hogy az emberek megértenék, hogy mindegyikünk egy kerek egész, csak érted, ha azt, mégis az is stabilabb lesz, akkor jobban gurul az a kerék, nem fog elborulni, megfelelő talpa van, érthető az egésznek. És honnan tudjuk azt, hogy mi megtaláltuk őt? Nézd, az én tapasztalatom az, hogy ez úgy az ember valahogy az első pillanatban meg szokta érezni. Aztán azt mondod, de Bélát, én naponta 3-ról érzem meg, tudod ezt, hogy esetleg ez. Most nem rólad van szó, csak ugye sokkal az előfordul. És akkor azt mondom, hogy akkor tovább, hogy nézzel, mindig úgy történik, tényleg van az emberben ilyen lendület, mikor valakit meglát, ugye, és akkor érdekes, az nem múlik el. Az benned maradt 3 nap múlva, 3 hét múlva, 3, és még 3 év múlva is izgat ez a történet. És ugye csak mindig tudjátok, mi a baj? Az embereknek a kitartásával. Tehát nincs bennük annyi buké, nincs bennük annyi kitartás magukba az emberekbe, érted, hogy mernének ezért tenni, menni, érted, és szólni, vagy keresni, vagy akármicsoda, nem. Úgy várják, hogy most őket keressék, hogy hátra megszorítják. Azt mondja, nem törik el a biciklét, hát mi lehet, nem szabad le a nyelven, nincs baja. Hát legfeljebb azt mondja, hogy nem. Érthető? Ilyen rövid a történet. Nem kell ettől tartani, ezt értsétek meg. És akkor jön az ember, hogy valaki már nem tudom, 3-mal élt, vagy 10-zel élt, vagy nem tudom mennyi. Nem kell ettől se beszélni, most mondok neked valamit.
van az ember 40 éves, és akkor találkozik, most mindegy, hogy férfi vagy nő, és találkozik egy 23-es valaki. Ugye ez ugye az ember elgondolkodik ezen, és lehetséges, hogy azért volt eddig, hogy eltöltsem az időt, de közben ő rá vártam. Érted? De most csak egy extrém dolog, érted? Persze, hogy lehetséges, természetesen. Csak tudni, és addig ugye az ember általában figyeljetek meg, hogy csalódni fog. Még nem találod meg mindenkivel csalódni fog. De a csalódás ne levigyen téged, meg ne lepusztítson téged, hanem vedd úgy, hogy a csalódás az felkészítés, érted arra, érted? Az, hogy azt keresd, aki, amit becsalódtál, ugye már te neked van egy megfelelő formád arra, hogy mire kell figyelni, érthető? És akkor az előzőeket se ítéled meg, mert ők is csak egy lehetőségek voltak, eszközök voltak a te kezedben, hogy a bölcsességet meg tudsz szerezni. Érted? És tudod, találkoztam én pár ilyen emberrel, ugye, akik így végigérték az életüket, és soha nem az volt, hogy egyforma évben például, hogy egy passzoltak egymáshoz. És teljesen összeállt a kép, tehát ugye lehet úgy mondani, hogy az idősem fiatalodott, a fiatalabb hozzá. És kedves testvérem, például a sárospataki történet, 42 évet éltek együtt, és képzeljétek el, a fiatalabbik, a férfi hal meg előbb, meghal, és a hölgy eltemeti, és akkor eltemette a hölgy, rendesen megcsinálta, másnap ő is meghalt. Érted? Tehát így működött, tehát együtt mennek el, ebből a világban megy. És képzeld el, hogy ők egyszerűen a szó nemes értelme, de őrült boldogok voltak együtt. Csak attól, hogy együtt voltak, az együtt léttől. Nem attól voltak boldogok, hogy Sharm el-Sheikhre jártak, értem meg a Balatonra, meg kaszinózni Győrbe, vagy mit tudom, hogy itt van, igen. Nem attól voltak boldogok, nem. Attól, hogy a másik ott volt, fogta a kezét, nézte a szemét, egy asztalnál tudtunk ülni, együtt tudtak főzni, együtt tudtak takarítani, együtt tudtak lenni a létük, hogy együtt voltak, érted? Ezt nehéz most elmondani, mert ez nem sik. Érted? A világban nem sik. Ha most sik lenne, akkor most bekaphatná az összes turisztika, a világ összes szem, mert nem attól vagy boldog, hogy most mi végigszántjuk a világot és végigmenjünk, érted? Nem vagy boldog, érthető? Nézzétek meg, hogyha el voltál már kirándulni, akkor most mindig fáradtabban jössz haza, mint elmentél, és üresebb zsebbel. Érthető? Így működik a rendszer? Persze, hogy így működik, érted? És ezek hányan gondolkodtak eddig el? Tehát még egyszer onnan fogom tudni, hogy valami megrezdül bennem, csak az rezdülést éltetni kéne. Érted? Éltetni kéne azt a rezdülést. Aztán van több ilyen rezdülés, de az azt jelenti, hogy van egy nagy rezdülés. Érted? A nagy rezdülésre kell figyelni, mert több is hordozhatja ahhoz hasonlót, ugye, ami a te kerekednek a másik része. Érthető ez? De az, ha egy picit úgy jobban ráhangolódsz, akkor 5 perc múlva rá tudsz jönni, egy órán belül, egy napon belül, rá tudsz jönni, hogy ő nem az, mert az, meg az nem az benne. Érthető ez? Tehát mindig van egy ilyen nagy ütés az ember, mikor az igen, az igen. Ne? Köszönjük a tapsot. Jó, még egy... Szoktam meditálni, és közben amikor a meditációkat csinálom, például van egy olyan meditáció, amit szoktam csinálni, hogy földet áldom szeretettel, nyelvemet felteszem a szájfordulásomra, befelé figyelek közben, és elindul egy rezonancia a nyelvem szinte már majdnem ég, a fejemnek nagyon-nagyon feszít, szokhatoltál. Mi ez a folyamat? Mi zajlik bennem? Kedves testvérem! Mikor felteszük a nyelvünket a szájfordulásunk legmagasabb pontjára, figyelmünket ott tartjuk, akkor tudod, ott a pont a tobozmirigy van, tudod felette. Pont a tobozmirigy. A tobozmirigy meg a szellem lakhelye, aki te vagy. Igen? Az az én vagyok háza. Az a picike kis mirigy. Az az én vagyok háza. Érthető? Érdekes módon a tobozmirigy ilyenkor képzeld el, hogy kíváncsi vagy arra, ami ő, ami te vagy. Érthető? Te, akiről a tetted, és érdekes a tobozmirigy, mikor ugye aktív, mert ugye legtöbb embernél képzeljétek el, például a fogkrémekben mi van a fluor hatására, például elkövesedik, képzeljétek el. És képzeld el, hogy mikor oda teszed, akkor a szellem maga érzékel, hogy te talán tudsz róla, és igyekszik a benne lévő információt szétengedni magába az anyagba és a lélekbe, vagyis a formába. Szétengedni. És az anyag azért, meg a lélek ruhába is elég sok mocsokor, az anyagban meg ugye, az anyag meg sűrű. És képzeld el, az a mentális energia, a szellem, az az öt dimenzió, a mentálvilág. A lélek, az pedig az emocionális világ, az érzelmi világ, az a negyedik dimenzió, érthető. Most képzeld, egy ötödik dimenziós energiának ütközik egy negyedik dimenziósnak, vagy neki ütközik egy háromdimenziósnak, érted? Ezt nagyon szépen elmondta, hogy szinte ég a nyelve.
Képzeld el, amikor elkezdel két eszköz súrolni egymáson, felmelegszik? Érted? Itt ugyanaz történt, csak nincs ugye, hogy súrolok egymáson, hanem egymásnak mennek. Egy nagyon magas rezonancia energia, neki megy két alacsonyabbnak. Először a lélek, ugye a lélekruhának, majd utána a fizikai szintűnek. Érthető? És ezt érezzük, ezt az óriási. Az azt jelenti, hogy még van minek neki menni. Tehát van esetleg benned olyan gondolatok, érzések, esetleg érted, ami nem előnyös, és ugye ez ilyenkor nem hátrány. A igen magas szintű spirituális emberek, ahova te is eljuthatsz, és mindönk eljuthatok itt van, azok, mikor oda fogják tenni, akkor egy ilyen emelkedett, egy kellemes bódult állapot van, de nem ez a fájdalmas, nem ez a lüktető fájdalmas állapot, hanem egy emelkedett állapot, mikor szétosztódsz. Nem érzed a testet, nincs már többet, ugye, hanem ez a szellemnek ez a magas frekvenciájú energiája tölti meg a lelket és a testet, és olyat értek meg, hogy szét. Tehát ott vagy valahol, érzed, hogy tudod, hogy te vagy, de nem mered kint a szemet, amúgy érzed, hogy nem vagy. Érted, hogy feloldódtál az egész. Na ez a vége ennek, az ember ezt megfelelő ideig és módon csinálja. Oké? Okay? Van-e még kérdésed? Kivégezzünk minden kérdést. Na, hogy Béla eljött és nem válaszolt a kérdésemre. Válaszoltunk mindenkinek? Parancsolják. Meddig engedje a Teremtő ezt a gonosz hatalmat uralkodna a Földön? Azt kérdezte a testvér. Hát azért engedi, mert ez is ő. Mit szólsz ehhez? Hallottad, hogy a teremtés úgy kezdődött, hogy az Istenen kívül nem volt semmi. Hallottátok ezt? Rajta kívül nem volt semmi. Semmi. Ő egyedül lebegett a létezésbe. Megy? Semmi. Majd ez a nagy azt mondta, hogy legyen. Legyen, legyen, legyen. És amikor eljut a full egyben működik az egész szellemvilág, minden tökéletesen működik, csak a precíz és a tökéletes áramlik ki magába az Istenből, és a szellemvilág tökéletesen együtt működik vele. Majd legutolsó aspektusként megteremte a gyermekét, aki most itt ül velem szemben, meg itt áll veletek szemben. Érthető? Akik mi vagyunk. Majd amikor a gyermek itt áll mellette, a szellemvilágnak, aki neki tökéletesen szót fogadott addig, azt mondja, ő az én gyermekem, szolgáljátok őt is, fele azt mondta, hogy igen, másik fele mit mondott? Nem. Az mind ő volt. Most idáig vissza kell menni, hogy lássátok, hogy tényleg ő az is. A duális világnak a másik oldala is ő. De képzeld el, amit mi rossznak hívunk és gonosznak, az a duális világnak az az oldala, ami most számunkra nem előnyös. Érted? Ő azt hívja, hogy rossznak. Érted? Ő ez? Ebben a világban számunkra most nem előnyös. Nem tud nekünk olyan élményt adni, amit mondjuk kellemesnek neveznénk. De mondok nektek valamit, figyeljetek ide. Leraknék ide 101 forma almát. De full egyforma, hajszára, színre, ízre, minden. Van értelme, hogy válogass közüle? Látlak téged, mikor bemész a nagy áruházba, le van öntve egy nagy csomó alma, és te ott tökölsz fel. Nem. Érted? Ad neked egy csomó élményt, értitek? A duális világ megy, és hazament, és mégis kiderül, hogy közepe rohadt kettőnek. Az anyátokat, érted? Tehát értitek? Van egy csomó élmény. A duális világban emlékszel, minek öttem, említettem, olyan kincsekért, amit te eszik meg a rossz, de meg a mocs. A másik világban ezt nem tudod begyűjteni, minden tökéletes, beszéltem Jézusról, azt mondta, hogy nincs ez, emlékszel, semmi nincs, ami itt van. De egyet értsetek meg, a duális világ, azt mondtam, nagyon értékes itt élni. Emlékszem, amikor az életről szóltam nektek, kérdeztétek. Azt, amit a duális világban tudtok, az sehol nincs máshol a világegyetemben. És engedd meg, hogy kiteremtette meg maga a teremtő. Szerinted magától lázadt fel az angyal, aki vele eszméletlen mennyiségű ideig és módon ugye együtt dolgozott, érted? Hát nem magától lázadt fel, hanem képzel számára a legkedvesebb angyal lázadt fel. Hallottátok? Akitől legjobban szeret. Úgy hívják, hogy Lucifer. Ma is így hívjuk, hogy Lucifer, és a magyarra fordított fényhozó. Ezt nem tudták átmásolni, ezt a nevet, fényhozó. Tehát ez annyira, és őt ruházza fel azzal a erővel, azzal a képességgel, azzal a hatalommal, azzal a programmal, hogy te lázadj fel ellenem, és te vidd a felét az angyaloknak, hogy a duális világnak azt az oldalát te csináld. Mert tudta, hogy precíz, érted? A legprecizebben bízta, érthető. Egyet fogjatok fel, te jöttél ide, te tudtad, hogy hova jössz, érted? Ne mondjátok erre a világra, hogy gonosz. Ne mondjátok azt, hogy rossz ez a világ, nem. Ez egy duális világ, amiben két oldal van. És mikor bántjátok ezt a világot, mindig magunkkal kell kezdenünk, és én?
ilyen vagánygyerek vagyok, hogy én aztán csak a fényoldalt létezem. Belőle nem megy ki ítélet, belőle nem megy ki félem, belőle nem megy ki aggódás, belőle nem megy ki gyűlölet, belőle nem megy ki féltékenység, belőle nem megy ki irigység, belőle nem megy ki bűntudat, belőle nem megy ki lelkismeretfullás, belőle nem megy ki harag, és nem megy ki emlékszel? Hát nem megy ki belőle? Ne hülyeskedjetek már. Magammal kell kezdenem. És képzeld, amikor ezek kimennek belőled, az egyik oldalt te is élteted, és még azt mondom, hogy kevesebbet élteted a másik oldalt. Amit ma mondtam neked, hogy én egy örökkeltő szabad szellem vagyok. Hányszor mondtad eddig naponta? És azt hányszor mondtad, de hülye vagyok, te tökéletlen, de barva, de balfasz. Ezt hányszor mondtad? Magadra, magadra. És képzeld, még nem is a másikra mondod, hanem magadra, nem röhely? Hát kiábrándító, ez valami észvesztő. Értitek, hogy működik a rendszer? Majd azt mondjuk, hogy mikor lesz ennek a gonosz világnak vége. Most mondok nektek még valamit, és köszönöm a testvérem kérdésednek, zsenális kérdés. Képzeld, amikor a duális világot, mikor a nagy, hol keszély, honnan büdösödik a hal? Figyeld, a nagy hol szedte szét, a szellemvilágot szedte szét, ami mindent megteremtett az ő utasítása szerint. Mikor szétszedte a szellemvilágot, akkor mindent, amit az a szellemvilág megteremtett, akkor mindenben megjelent a dualitás. Megy? Képzeld el, addig a bot egy pont volt. Mikor megjelenik a dualitás, akkor széthúzom a botot, és lesznek egy fehér, meg egy fekete oldal. Eddig tiszta? Mikor a dualitás, kedves testvérem, megjelenik, akkor szeretnék nektek róla mondani valamit. A dualitás egyik felét úgy hívjuk, hogy igazság, a másik felét meg úgy hívjuk, hogy hazugság. Eddig? Az egyik felét úgy hívjuk, hogy igazság, a másik felét hazugság. Nem úgy hívjuk, hogy jó meg rossz. Figyelj! Most ezt rögzítsétek, örök idők óta így van, és így is marad. A duális világ így kezdődik, hogy igazság és hazugság. A hazugság most körbevette az emberiséget és a Föld nevű bolygót, ellette a mi bolygó, erről beszéljünk, csak ne beszéljünk a Marsról, meg az összes többiről, a mi bolygónkat ellette. Mondhatom, hogy a sötétség, vagyis a félelem az úr a bolygónkon? Mondhatom? Igen. Most képzeljétek, ez ellette. És tudod, mit találtak ki a vallások? És köztük a zsidó keresztény kultúra a legvadabb ebbe és a legaljasabb. Figyelj, mit csináltak? Megfogták és kitaláltak neked a jót és a rosszat. Na most figyelj! Ami körbe lesz a Föld nevű bolygót, az a félelem. Vagyis a hazugság, érthető? És a hazugságot osztották fel, figyeld, jóra meg rosszra. Értitek? A dualitás így kezdődött, hogy igazság és hazugság. Az igazság az valahova eltűnt. A hazugság, a sötétség, a félelem körbevette a Föld nevű bolygók. A vallások mind ehhez imádkoznak és ezt éltetik. Ugye erről szól pénzről, hatalomról, vérről, meg mindenről. Innen látjátok, hogy ők a sötétség képviselői. És mi történik? Felvágták magát a hazugságot jóra meg rosszra. Hát értitek, hol van eltéve? De ebből kilábalni szinte lehetetlen. De hogy elmondom neked, nem bonyolult. És tudjátok, hogy hol maradt meg az igazság? Benned! Benned! Ahova már nem mész be. Nem. Hát kint van a tévé. Kint van a sör, kint van a kaja, kint van anyósor, kint van a fotball, kint van a színház, kint van a vírus, érted? Minden kint van. És minden húsz téged kifele. És te nézsz is utána. Onnan jön az inger, és megy a reakció. Nem ott, hogy bentről, nem. Az a belső hang, amikor az inger jön belülről. Érthető? Amikor te reagálsz, akkor csak egy mi vagy, tudod, egy tükör, de az nem belülről jön. A kívülről jövő információ adtad egy reakciót. Élteted magát a félelmet, mikor lereagálod. Érted? Mikor jön egy információ, testvérünk kérdezett ugye a vírusról, és van neked rá egy reakció, de azt is hallottad valahonnan. Képzeld, nem tudnál olvasni újságot, nem lenne semmilyen hír. Jön emberek, megmentünk benneteket. Hú, kettő tócsát. Érted? Tehát így lenne az ember, amikor elolvas egy csomó szart, akkor ha hiszel benne, elkezd ráhatni. Érted? Hanem. De így működik a rendszer. Egyetjegyezzünk meg, a dualitás először így kezdődik, van egy igazság, meg egy hazugság. Most a hazugság körbevette a létezésünket, és az igazság nagyon mélyre bent feszorult. De befelé már nem néztek, már azok a szavak, hogy belső hang, megérzés, egy intuíció szinte eltűnt a valóságunkból, értitek? Belső hang, megérzés, intuíció. Erre nem hallgathatsz. A főnök megmondja, hogy mit csinál, ne belső hangoz! Állj be a sorban, nyomj be, piros, zöld, 8 órát, menj haza! Érted? Érted, hogy működik a rendszer? Mindent megtettek azért,
Mindent megtettek azért, még egyszer fel se fogjátok menni, hogy te befelé ne menjél, aztán tudod, mikor sok évig, vagy sok leszületésen, mondjuk 2-3 leszületésen belül már nem mentél befele, akkor szinte el is felejtjük, hogy benn van valami. Meg van benn. Tudod, mi van benn? Hát a beleim, meg a gyomrom. Meg a nagy májam, már nem fél eltől a tüdőm, tudod? Tehát ezek vannak benn. Nem, hát ezt léphetek ezen magasan túl. Benn van az a csoda, amiről testvérünk kérdezett, amit mondtam. Látod, picike, de értékes. Egy? Tehát, ha így nézzük a duális világot, egy kicsit válasz is rá rögtön. Ugye, kedves testvérem? Köszönöm szépen. Jó, még esetleg gyorsan egy nincs több, ugye? Nem dolog. Engedd meg, egy kicsit reklámozzuk magunkat. Fel vagyunk az Instagramon. Én ezt februártól bevállaltam. Nem tudtam, hogy mit vállok be, én eddig ez ellen voltam, tudod? Igen. Csak képzeljétek el, hogy én nem tudtam eljönni hozzátok. Mert ez a begyár világ megállított minket. És én veszettül agyaltam. Írok minden csütörtökön üzenetet. Megkaptad tegnap? Ki kapta meg? Aki nem kapta meg, az nem adta ide az e-mail címét. Fenn online fel tud írni az e-mail címedet, és minden csütörtökön üzenek neked egy oldalt, zseniális dolgot. Most milyen volt, amit üzentem, aki olvasta a testvére? Te biztos olvasta. Tetszett? Nagyszerű. És képzeld, csak azon múlik, hogy te azt mondd, hogy igen. Minden hónapban egyszer, de most már eldöntött, hogy kétszer felteszünk a világhálóra, a YouTube-ra, ugye előadást, és azok is ingyenesek, és minden csütörtökön, meg fölteszünk ugye megint élő előadásainkat, fölteszünk, van egy zárt rendszerünk, ugye Arkádia csatorna, és ez 2300 forintba kerül, és ezért 5 darab van fenn egy hónapban, 2300 forint egy hónapban. Nem nekem kell a pénz, a rendszergazdánkat, az egész rendszerünket ezzel tartjuk fenn, tudod? Az összes költségeinket, ugye óriási költségek dolgozunk különben, ugye itt a könyvelőktől kezdve a bérlése ezeknek a helyeknek, a feltevésnek, amit el bírtok képzelni, az ügyvédektől kezdve, minden, tehát minden pénzbe kerül. És tehát 2300 forint 5 darab előadás van fent. Tehát azt hiszem, hogy 400 forint még annyi sincsen, hogy egy előadás, és élő előadások vannak fent. És én fölvállaltam ezt az Instagramot. Ezzel tudod, mit vállaltam, hogy beengedtelek az életedbe. Addig tudod, mi volt? Ide álltam, ott állok, megnéztél, Béla nincs. Kámfor, elment. Megjött, megint, kámforból előjött. És most beengedlek egy kicsit az életembe. Odaadom neked egy kicsit a szenvedésemet, a küszködést. Tehát egy kicsit úgy emberként egész közel engednek magamhoz, érted? Odaadom az örömömet, odaadom a én mindent odaadok, beengedlek téged, érted? Így működik a rendszer. És rajta vagyunk az Instagramon, ugye Villás Béla Arkádia. Aki nem tudja, hogy kell, pillanatok alatt föl lehet rá menni, arra kérlek mindenkit, menjetek fel, keressetek rá, csak mindig nyomd meg azt a gombot, hogy követem. Érted? Követem. Nyomd meg azt a gombot, aki néz sokan, nem nyomja meg. Kérlek, nyomd meg, mert nekünk ugye, amikor a szolgáltatók úgy érzelek, akkor az alapján ítélnek meg minket, és adnak nekünk plusz lehetőségeket. Tehát mindenki, aki nézi, ugye a világhalnak is mondjuk, követem, ezt nyomjátok meg. Tehát még egyszer YouTube-on fenn vagyunk ugye egy zárt rendszerbe, és fenn vagyunk az Instagramon, és ugye mindig küldök üzenetet, rövidebbet, hosszabbat, azért, hogy tartsuk egymással, hogy energetikailag ne szakadjunk el egymástól. Mert most a világon múlott volna, tudod, mit jelent egy évig nem találkozni? Nagyon sokat jelent. Az ember teljesen eltévedik, és úgy hiszi, a templom meg mindig itt van, be vagyok oda. De nincs nyitva. Nem jó helyről, mi szátúrók kell. A sekrestsét beengedni, a papit meg a ott motoszkál az izi alatt, valami alatt. Tehát visszatérve, kedves testvérem, felvállaltuk ezeket, ezért ugye nem véletlenül beszélek erről. Június 6-a 27-től 7-a 4-ig 8 nap, 26. ezoterikus táborunkat tartjuk. Arra kérek mindenkit. Nem szoktam ezt érni, de most ugye szóltak a táborvezető, hogy nem vagyunk 100-an, eddig mindig volt, hogy 300-an voltunk, ugye tavaly is voltunk 130-an, 140-an. Ha nem vagyunk 100-an, akkor nem rentábilis nekik, és ugye egy csomó mindenki szinte visszamondta a tábor, nem tudják biztosítani az embereket, tudod? Nem mi, hanem más nem tudja biztosítani az embereket, és ugye nincs pénzük az embereknek, félnek, hogy elkapják ezt a szart. Érted? Azt mondom, hogy gyere el, csodát adunk. Teljes ellátás, ott főznek nekünk helyszínen, tehát ez nekik ugye nem, mert hoznák valonnan, akkor megcsinál 40 embernek is, nem probléma. Ugye, de ők ott főznek helyszínen, és biztosítja az egész személyzetet, ilyesmi, akkor nekik nem mentális. Reggel
tehát háromszor étkezés, most minden napra biztosítunk még gyümölcsöt, és reggel 7-8-kor kezdődik a spirituális gyakorlataink, a spirituális munkánk, és éjfélkor fejezzük be. Eddig reggel 7-8-kor éjfélig végigadunk programot. Minden fakultatív, semmi nem kötelező, tehát sehol nem muszáj visszavenni, de spirituális előadásoktól, gyakorlatoktól, élményektől, meséléstől, dobolástól, tűz mellett éneklésről, táncolásról, óriási ősmesék hallgatása, tehát egy zseniális történet, este, késő este is. Persze ott van a borozás is természetesen mellett, ilyesmi. Nálunk nincs ha. Azt mondjuk, a rendet tartsd meg, az, hogy ne korlátozz másokat, ne bánts másokat, de azért aránylag ugye mindent meg lehet csinálni, aki volt, azt tudja. Néhányan, akik így elszaladnak nagyon, azoknak megköszönjük általában, hogy majd jövőre ne gyere. Ugye, mert van ilyen is azért, igen, akik így jöttek. Azért ez nem egy ozora fesztivál, tehát azért arra kell figyelnünk, hogy nem ebbe nyomolunk előre természetesen. Én arra kérlek, ha megteheted, én vezetem ezt a távot, ott vagyok végig, gyere el! 8 nap velem együtt, reggeltől estig. Egy gyönyörű helyen, Bükk, Szent Kereszten fogjuk most csinálni. Gyere el! Zseniális hely! Kőházakból vagyunk el szállásolva. Hozhatsz sátrat is. Tehát van kőházad, és esik az eső, ugye akkor oda be tudsz menni esetleg, de a sátorból ugye kint tudsz lenni, mert nem mindegy, hogy most 5-6 ember előtt csinál az ember olyasmit, amit kettő szoktak, és ha van sátor, akkor azt ott is lehet, mert az nagyon jó hangszigetelő a sátor. Így van. Tehát, de csodálatos dolog, tehát arra kérlek mindenkit, hogy ha megteheted, gyere kérlek el, lehet itt is jelentkezni, ugye, Andikánál, ha felmentek az egyházunk honlapjára, akdfenyei.hu, ott van egy 70-es szám, az egyház titkárság vezetője, őnála tudsz jelentkezni. Ezt nem lehet online, mert van egy csomó információ, amit elmondanak, de ez nem egy lelki gyakorlat, hanem ugye ez egy tábor, tehát személyes hívás, mindig felveszünk, ha esetleg beszél mással, akkor visszahív mindig. Tehát arra kérlek, merj így dönteni, én már állok, rendben van, köszönöm. Amerikát, Kanadát tervezünk, biztos, hogy megyek, tehát neked mondom, hogy célszerű után nézni, hogy hogy vagyunk. Október 9 kristályterápia, első fokozat, október 30 meridián terápia, ezeket Budapesten igyekszünk ugye majd tartani, addig van rá lehetőség. Ami nagyon fontos, november 6 papi képzésünk első fokozata. Ha most papjaink többen, így is vagyunk mi azért bőven, ugye körülbelül 400 valamennyi papunk van, mondjuk az egész világra szétszórva, 500 inkább, ugye az amerikaiakat beleszámoljuk meg máshol, és de ha több lenne, másképp alakulna a világ, sok. A papjaink miről szólnak, a papi képzésünk, mi képezzük a saját hierarchiánkat. Személy szerint én. Olyan tudást adunk, amit komplexen így, amit mi odaadunk, így nem adják oda sehol a világban. Ilyen nincs. Ez 28 ezer része szétszörülök fel, összeszedhetett, komplexen odaadjuk. Uralásra az energiáknak, ősi erők visszaszerzése, hatalom a szellemvilág felett, hatalom még a démonok felett is, az exorcizmusra beavatunk, felszentelni kell, mondjuk, hogy kell, visszaadjuk a rontás átoklevételnek a kegyelmét, a szentelés kegyelmét visszaadjuk nektek, az áldásosztás kegyelmét, tehát egy óriási csoda. Ha szeretnél benne részt venni, ez egy 7 lépcsős iskolarendszer, azt jelenti, hogy 7 fokozata van, egy év alatt tud elvégezni a 7 fokozatot, ez 7 hétvége. Tehát a 7 fokozat 7 hétvége. Körülbelül ugye évente 2-3 havonta tartjuk, tehát úgy vannak a fokozatok. Ha szeretnéd ezt elvégezni, minden egyes képzéskor van egy avatás, és a 7. fokozatnál pedig egy papi felszentelés, gyönyörű egyen papi ruhákat készítünk, ugye ebbe történik zseniális történet. Aki szeretné ezt elvégezni, szeretettel várjuk, az első fokozata indul november 6-án. November 13-án egy új lelki gyakorlatot tartunk, a neve az, hogy nagy lépés. Ezt soha sehol nem tartottuk, ez egy vadonatúj történet, a neve is ugye tartalmaz, hogy miről fog szólni. Nagy lépés onnan, ahol most van az ember, maga az emberiség. Reiki mestereket képzünk november 27-én, angyal kommunikációt december 4-re tettük, de nagy eséllyel előre hozzuk szeptemberre, ugye ez el fog dőlni. Mert ha decemberre megint bezárják itt a kapukat, ugye most az aggyal ne csúszson ennyit, mert most is ugye sok embernek nem jutott el. A teljes programunk sokkal dúsabb, és mindig ugye, ha áthelyezünk dolgokat, akkor mindig a friss információ van fenn, nézd fel a honlapunkra, mindig precíz és friss információt fogsz találni természetesen. Amiért ma eljöttem pápára, az azért történt, hogy válaszoljak a kérdéseidre. Miután találkoztunk, egymás szemébe néztünk,
kellemesen éreztünk magunkat, mosolyogtunk, ugye jól éreztük természetesen magunkat, és azért jöttem, hogy beszéljek neked arról, hogy nagyot kell lépnünk. Hogy értsük, uraljuk, és újra legyen értelme mindennek. Nagyot kell lépnünk, hogy értsünk, hogy képes legyünk uralni azt a létezést, életet, amiben vagytok, és újra legyen értelme csinálni ezt. Mire gondolok? Nézzétek meg az embereket, most nem rólad beszélek, hanem a globálisabban. Nagyot kell lépnünk. Mihez képest? Mondok egy extrém dolgot. Igaz az, hogy ma a Föld nevű bolygó minden országában, minden vallásában, minden politikai rendszerében tiltják a gyilkosságot? Igen vagy nem? Igen. Tiltják a gyilkosságot. És ugye hát most pár ezer éve már tiltják, ugye a görögökkel kezdődött ez, de hát az akádok is tiltották meg, ők meg ugye 12 ezer évesek, és azóta nem ölünk, ugye? Kicsit. Na most figyeljetek ide, tiltjuk a gyilkosságot, figyeljétek meg. Most ha visszanéztek, és nem kell bátran visszanézni, csak normális parasztésszel, addig, amit te tanultál a történelemből, vagy ha nem is tanultad, de át tudod látni, miről szólt a történelem? Gyilkossághalmazokról, háborúkról? Mondhatom azt, hogy a férfi népség 90%-a mindig ki volt arra képezve, hogy öljön és gyilkoljon, és parancsszóra ment ölni és gyilkolni, pedig az volt mondjuk egy keresztény világban a 10 parancsolatban benne foglaltatik, egy nagyon kemény úgynevezett parancsolat, hogy ne ölj! És nincs odaírva, hogy a király, vagy a földesúr, vagy a miniszterelnök ez alól felmentést adhat. Olvastad a 10 parancsolatot? Mellé van írva a zárójelben? Olvastad? Mellé van írva? Nincs. Képzeljétek el, azért megy, képzeljétek a magyar katonák a II. Világháborúba, a Donkanyarba mentek megvédeni Magyarországot. Hallottad? 300 ezeren ott haltak. Köztük az én nagyapám, az anyai nagyapám. Ott haltak 300 ezeren. Megy? Oda mentek megvédeni a hazájukat, meg a családjukat. Hogy ne jöjjenek ide a muszkák. Elmentek oda megvédeni úgy a családjukat, hogy az asszonyokat ne erőszakolják meg, maga a gyerekeket ne üljék meg. Elmentek oda, hogy muszkát öltek, ők erőszakolták meg a muszka feleséget, meg ők öltek meg a muszka gyereket. Majd a muszka idejött és megerőszakolta az ő asszonyát, meg megölte az ő gyerekét. Értitek ezt? Értitek ezt a programot, hogy mindig mellé teszek egy nemes hazugságot, hogy te menj és csináld? Kérdeznek. Így telt el pár ezer év, ameddig a történelembe visszaladsz? Így telt el? Kérdezzek, ma így telik el? Menjetek el Izraelbe. Szentföld, Szentföld! Tudjátok, mennyi véráztatta azt a földet? Tudjátok, mennyi véráztatta azt a földet? És nézzétek meg ma, mi történik. Megmenti magát a koronavírustól, erre elkezdik ölni egymást az arabokkal, mikor nagy nehezen ők a világba először, és elkezdik egymást gyilkolni és ölni. Bizonyos politikai érdekek alapján most fogom kilakoltatni az arabot, ugye mert három házba ott lakik benne, vagy hat házba Új-Jeruzsálembe, ami körülbelül 2000 év az övék. 1948-ban visszament a zsidó, és 2000 év jogán visszakövetelte magának Izrael. Visszakapta. Nem semmi, meghajlok előtte, mélyen tisztelem, nem veszem a szívembe, soha nem lesz ott, de el kell fogadnom, azért tud valamit. Érthető? Most képzétek el, hogy azért kilakoltatnak embereket, meg az alakszamecsetnél úgy, hogy csinálnak egy kis balhét, nem engednek, stb. És ugye föllázad az a nép, akinek ugye hát az volt 2000 évig a hazája, föllázad, és akkor most egymásnak mennek, és gyerek, mind a két óra gyerekek haltak meg, nem tudom mennyi ember. Tudod, a zsidókra kilőttek 1500 tűzijátékot, meg körülbelül ilyen típusú rakétákat az arabok, ezek meg 50 légitámadást, mint egyszer egy 50 repülővel. Tehát a zsidóknál van egy program, azt mondja, hogy hétszeresen hetedíziglek bosszúd meg, benne van a Tórában, az Ószövetségben. Hétszeresen hetedíziglek. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy bocsáss meg nem hétszer, hanem 77-szer. Pont erre hivatkozik, milyen érdekes ez a történet. És kedves testvérem, azt látjuk, figyeljetek meg, azt látjuk, hogy van egy tökéletes program, hogy ne ölj. Megy? És úgy látom, hogy ezt a tökéletes programot, és büszkék vagyunk, hogy mi keresztények vagyunk. Magyarország egy olyan keresztény ország lett a rendszerváltás után, hogy el se hiszem.
Ma a templomokra képzeld el, még az uniós pénz megsérül, és nem tudom, mennyi templomot fognak felújítani. Oda jön a miniszter, tegnap hallom tőle, óriási lendület tesz a gazdaságnak. Miért nem az iskolákat teszitek rendbe? Miért nem a falus útakat? Miért nem jöztök el oda az emplénbe, szépen, hogy mi van ott? Miért nem oda csináltok, az emberek tudjanak dolgozni, érted? Miért nem ott csináltok rendet, érted? Miért azokat kell? Nincs már ember, aki bemegy, hát nincs papotok, aki mondjon valami értelmes dolgot. A papotok előveszi, és körülbelül ilyen 800 éves szöveget mond el. Érted? 800 éve ugyanazt mondják. Ugyanazt. Hofi veszettű jól látta, Hofi kézre emlékszik még rá valahogy? Azt mondja, húsvét volt. A cigány, az apja már meghalt, de tudta a cigány, hogy az apja mindig húsvétkor elment a templomba, mert kapott egy csomó alamizsnát, tudod? Sonkát, tudod, egy kis bort, minden kapott. És akkor a cigány gazs is beül először, tudod, beül, ott van hát, és a pap osztja az összet. És akkor a Gecsemáni kertben ott volt Jézus Krisztus, és jöttek a romai katonák, megfogták őt, és megverték, és csúnyán, és elhúzolták, hogy van. Cigány nagyon sír. Jó. Mindenki őt nézi, nem a papot nézi, tudod. És akkor vége van, mindenki tudod, megy szenteltet, az úszod, mindenki a felét neki, a cigányok alig bírja haza, mint egy hónapig abból lesznek. A cigány alig várta a másik húsvétot egy év múlva. És ugyanígy történik, képzel a pap ugyanazt a betűre. És akkor ott volt Jézus a Gecsemáni kertben, és akkor jön a katonák, és fú, paf, el, cigány kicsit úgy könnyezik, de azt mondja, hogy hát minek ment oda? Tavaly is ott kapták el. Tehát nem életképes a rendszer, érted? Tehát ez egy hazug, bocskos, értitek? Nincs benne élet. Hát ha már egyszer én kétszer el fogom mondani, amit ma elmondtam itt nektek még valahol, akkor tudjad azt, hogy Villás Béla kezd elhűlni. Mondjátok, és akkor többet negyertek, érted? Ez egy roppant egyszerű a történet. De hát mindig azt mondom, hogy nincs két egyforma, én az életben élek itt, hát nincs két egyforma napunk, érted? Nincs két egyforma örömünk, nincs két egyforma fájdalmunk. Hát miért lenne két egyforma nap vagy dolog, mikor arról beszélünk, érthető ez? Na visszatérve erre a bizonyos nevőhöz, figyeljétek meg. Mi az, hogy amikor azt mondta neki, hogy nagyot kell lépnünk, figyeljetek ide. A világ 2000 éve ordítja, hogy ő keresztény. De esély igaz, hogy 2000 éve, mert 313-ban egy Konstantin nevezetű római császár, aki haláláig a római isteneket imádta, és nem lépett be a keresztény rendszerbe, amit ő talált ki, egy római császár hozza létre a kereszténységet, ugye, és utána ír alá egy dogmát. Tehát először létrehozza a vallást, utána írja alá a dogmát, a dogmát most úgy hívott, hogy az új szövetség. Érthető? És összeteszi abból, amiből ered, az ószövetséggel. Nem titkolva az, hogy ez egy banda. Kész, erről szól. Összehozza magát ezt az egészet, képzeld el, és ugye nézzétek meg, hogy onnan is tudjuk, hogy az egy banda, Mózes kapja az Istentől a 10 parancsolatot, hallottatok erről? Mózes kapta a 10 parancsolatot. Figyeld, új szövetséget kötött Jézus az Istennel, meg az emberekkel. Azt mondta, új szövetséget kötök veletek! A Bibliából idézem, amit te már nem nagyon, nincs is neked, meg talán nem, ugye nem veszel a kezedbe, legalábbis ez nem talán, a Bibliát nem lehet így olvasni, elkezdem az elején, így nem lehet olvasni a Bibliát, abba keresni. Azt mondja Jézus, új szövetséget kötök veletek! Olvasd el, a betűre mondom pontosan. Új szövetséget kötök veletek, figyelj! Eltörlök minden törvényt. Így kezdik. Eltörlök minden törvényt! Nem mondta, hogy a Mózes nem. Nem mondta, hogy a 10 parancsolatot nem. Eltörlök minden törvényt, mondá Jézus, és azt tudítja, szeressétek egymást! Szeressétek egymást! Most a világban ez van, nem? Hát köze nincs hozzá, tehát azt tudjuk, hogy a szeretet, érted? Most a szeretet tudod, mire barter üzlet. Azt neked én is adok neked, kész? Érted? Ez a szeretet. Karácsonykor. Kapsz egy sapkát, adsz egy sávat, kész. Ez barter üzlet, azért rakjátok össze, ez nem vicc, amit most mondunk, érted? Ez így működik. Na most képzeljétek el, kedves testvérem, azt mondja Jézus, eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást, és eltörölt minden törvény, nem mondta, hogy ez és ez kivétel. Na figyelj, egy nagyon érdekes dolgot mondok nektek, hogy lássátok a világ ocsmány hazugságát, legalább azt, amin a kereszténység ül, és a kereszténység tönkretette a világot, mert képzel az ő hajóik, a keresztjeikkel a papok mentek végig velük, ugye a ferencesek meg a jezsuiták, és fajokat és kultúrákat írtottak ki és hordtak el rabszolgának ide a fehér ember világába, meg Amerikába, tönkretéve birodalmakat, óriási kultúrákat.
a szeretet nevébe, azért tegyük hozzá. Mit kiabáltak róluk? Pagányok! Gonoszok! Ördög van náluk! Hát ez roppant egyszerű. Ki kiabál? Na vigyétek! Van egy csomó ingyen rabszolga, te lesz a zsebünk. A kereszténység, a vér, a pénz és a hazugság vallása. Azért ezt tegyük hozzá. Na most figyelj, Jézus mondá, eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást, eddig megy. Nem volt kivétel a Mózes által kapott törvény, amit az Istenétől kapott, és képzelj, 40 napig volt fenn a hegyen Mózes, a Mória hegyen, 40 nap alatt törpölték Isten a 10 törvényt. Isten, képzeljétek-e, 6 nap alatt megteremtette az egész világot, meg az ember. Lelassult, az is öregszik, tehát nem is egyszerű az élet. És na várjál, hogy mire akarok neked menni tovább. Jézus ezeket a törvényeket eltörölte. Zseniális fickó. Ő értett valamit. Az előbb mondtam nektek, hogy nem a világból való. Emlékszel, ő mondta, nem én, az én országom nem innen való. Én csak eljöttem, hogy szétosztjam nektek ezt, és aki megértett, amit én hoztam, azt hiszem magamat. Na most képzeld el, eltöröl minden törvényt, és azt mondja, szeressük egymást. Eddig érthető, kikölik meg Jézust? A zsidók. Elvileg ugye a zsidók szajkózzák Pilátusnál, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg, Pilátus azt mondja, bűntele, megmossa a kezeit. Aztán odaadja a zsidóknak, és azt mondta, tegyetek valamit akartok. De úgy adta nekik oda, a zsidók elkezdték korítani, hogy az ő vére legyen rajtunk és a mi fiainkon. Ezt úgy hívják, hogy önálltok, kedves testvérem. Kellett pár ezer év, aztán jöttek, akik ugye ezt betestítették, ezt az átkot. Nem örülünk neki. Egy élet mindig értékes, és mi, a spitős emberek, nem örülünk egy ember, egy anya, egy nagymama, egy ember halálának. Mi az életet támogatjuk és a szeretetet. Most képzeld el, most rakjuk lassan össze, Mózi bácsi kap 10 parancsolatot, Jézus eltörli ezt a parancsolatot, és elvileg Mózes és az ő bandája feszíti meg Jézust. Eddig megy. Mi ma kereszténységnek az alapparancsolata? Na még? Hát a 10 parancsolat. Nem a 10 parancsolat a kereszténység alapparancsolata? Kérdezem. És ki a név szerint ki az, akire a kereszténység ülteti magát? Jézus. Érted? Az Jézus filozófiára ülteti magát. Na figyelj, Jézus eltörölte ezeket a törvényeket, és ráadásul a zsidók ugye ölik meg Jézust, és képzeld, a kereszténység most mit csinál, amit törvényeket Jézus eltörölt, és akik megölték Jézust, azoknak a törvényei a kereszténység alapparancsolata. Jól mondom? Jól mondom? Hányan raktátok így össze? Logikus, értelmes? El lehet fogni? Még egyszer, amit Jézus eltörölt törvény, és akik megölték Jézus, az most a kereszténységnek az alapparancsolata, a 10 parancsolat. És ráadásul nincs ezzel semmi gond, ha betartanák. De ebből egy fikarc, mint egy hajszál is betartja. Figyelj, ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne vágyd a másik fele. Emlékszel? Ebből most mit tart be a keresztény világ? Kérdezlek, mit tart be? Semmi. Tetszik, a világon semmi. Akkor mi benne az érték, kedves testvérem? Tudod, mi az érték? A karácsony, mert képzeld, a multik az egyharmad pénzüket az alatt, az egy hónap alatt keresik meg. Összeszövődött a politika, a kereskedelem és a vallás. Így össze vannak fonódva, érted? Mindenkinek biznisz. Kedves testvérem, hol van itt az érték? Én csak azt láttam, hogy hasznot termel. Azt láttam, hogy a húsét a másik buli, azt láttam, hogy a minden szentek a másik buli. Emlékszel? Óriási biznisz. Meg? Azt látom, hogy most jön a pünkös, állj már oda egy templom elé, és kérdezd meg a kérdés, hogy te mit ünnepeltél pünköskor? Le fogsz hidalni 10-ből egy, ha valamit gagyog, de azt se tudja, hogy mit. Hát, ünnep. De mégis nagyon szép. Ó, szépen beszélt a plébánszor. Hát de ember, mi az Úristen? És nem vicc, amit mondok, nézzétek meg, hallgassátok meg, ez az igazság. És tudod, mi az érdekes, kedves testvérem? Én nekem ez egy embernek az értékmérője. Nézem, hogy intelligens vagy te. Egy intelligens ember, én magamat annak tartom. És én körbenézek, és minden emberről feltételezem, hogy ő az. Feltételezem. De amikor elkezdem nézni azt, hogy hogy viselkedik, hogy ragaszkodik valamihez, hogy keresztény vagyok. És azt mondom, ember, valaki nem attól keresztény, hogy verje a mellét, attól vagy keresztény, hogy az alapparancsot, ami az alapja az egésznek, még egyszer, legalább az alapot elérted, érted? Ha nem érted el, akkor nem vagy az alatt. Akkor a béka seggénél vagy. Akkor nem vagy a mocsárban. Ha az alapot megérted, nem is tudod elmondani az alapot.
Olvasd el, mi az alap? Merjél igen. El tudok képzelni úgy egy életet, hogy nem hazudsz. Elbízd képzelni egy életet? Igaz, nem nehéz? Képzeld azt, hogy neked a hazugság helyett, mielőtt hazudnál, így gondolva tedd azt helyett a hazug, mert amikor hazudik, az ember rosszul érzi magát. Tedd elé azt, hogy most önvédekezni fogok. Önvédelmet gyakorlok. Ez az én házam, ez az én lelkem, és kapd el. Kész. És akkor érted? Önvédek. És figyeld meg, hogy meg lehet menteni egy kicsit az embernek magát. Nem inspirálok arra, hogy önvédekes sokat. De képzeld, ha vannak olyan élethelyzetek, amikor ki akarnak téged faggatni, vagy meg... Érted? Akkor önvédekezek, mosolyogok, és kész. De előtte egy előjelet tettem, most önvédekezni fog, nem hazudni. Nagyon kevesettet. Minimálisan ezt is. Én az igaz mondásra hívom fel minden ember figyelmét. Kedves testvérem, én éltem úgy, hogy hazudtam. Hát persze, ez a világ erről szól. A pénzzel válsz, ha akármivel üzlet, mindez benne volt. Kedves testvérem, közel 20 éve úgy döntöttem, hogy többet a rohadt életben gyabetűt nem hazudok. Nem. Én bárhol vagyok, nem kell gondolkodnom, hogy itt mit mondtam. Nem kell gondolkodnom, hogy ott mit mondtam. Mert mindig az igazat mondtam. Mikor mindig az igazat mondod, tudod, hogy megkönnyebbül az élet? Tudod, mennyivel lazább lesz minden? Tudod, mennyi energiát felszabadul? Tudjátok, mennyi energia kell, hogy rend tartsd a hazugságokat? És odafigyelj, hogy mikor mit mondtál? Hát az brutál mennyiségű energia kell. Ne lopj! Hát én nem lopok. És mindig azt mondom, hogy nem csak az a lopás, amikor bemész a boltba és legyúsz egy biciklit, érted? Nem csak az a lopás, vagy kiklit, érted? Nem csak ez a lopás. Hanem figyeljétek meg, amikor ellopsz szellemi termék, sok minden, érted? Információkat. Nem érted, mert soha nem tudsz komplexen ellopni valamit, például egy megértést. Nem lehet komplex. Kiveszel belőle valamit, és elkezded azt felfújni magadat, tönteszed és mindent az egész világon. Az emberek nem kívánnak már teljességet megélni, a teljességet. Egy tejút galaxisba a teljesség. Figyelj, ezen felhívjuk, Milky Way, tud a tejút. Tehát képzeld el, felhívja a figyelmünket, ugye, hogy a tejút, hogy a teljességre törekedjünk. Nem véletlen, tudjátok, nincs véletlen. Véletlen és szerencsésten áruhában. Nem véletlen, hogy így hívják ezt a galaxis, hogy tejút, érthető. A teljességre törekszünk benne, a teljességre, a perfektre, a tökéletesre, erre törekszünk. Ezért jöttünk ide. És elvileg ugye volt 10 parancsolat, ha azt a 10 parancsolat parancsolatot valaki most végigolvassa, arra kérek, ha hazamész, interneten beütött a 10 parancsolat, nem kell a Bibliát kutatni, ott hamarabb megtalálod. 10 parancsolat a Bibliából, Kárli Gáspár! Előjön neked. Arra kérlek, lassan, értelmesen olvasd el, kétszer. Először úgyse érted. Olvasd el még egyszer, akkor már valami foszlány előjön, és nézd meg azt, hogy ezt ember ma be tudja tartani a földön, még egyszer, jó mondja, nem lehet betartani. Aki azt be tudja tartani, az már halott, vagy hülye. Érted? De a kettő, érted? Meg e közt vagy, azért tudni kell. És elgondolkodtam ezen, hogy Úristen, hát milyen Isten az te, érted? Aki szereti az ő gyermeket, mert elvileg tudod, az Isten szeret minket, úgy, mint még soha senki. És képzeld el, leküld téged, vagy leenged, vagy olyan, hogy inspirál, hogy gyere le, majd amikor lejössz, akkor küld utána 10 parancsolatot, nem ott mondja el fel, nem, hanem leküld utána. Leküld utána a 10 parancsolatot, és ez a 10 parancsolat betarthatatlan ember által, nem lehet betartani. Nem lehet betartani, betarthatatlan. Még ezzel sincs baj, de amikor visszamész, akkor megkérdez, hogy miért nem tartottad be. Na most képzeld el, neked van egy gyereked. A gyerek megszületik, utána hozol neki törvényeket, olyat, ami betarthatatlan, és tudod, hogy nem tudja betartani, tehát hibázni fog, érthető? Nem, hogy hibázni fog, hanem csak hibázni fog, de ezt nem lehet betartani, és mikor hibázott, akkor számon kérdés, és megbünteted! Na te kis pondrom, mész a pokolba! Ott fogsz szenvedni a gehennába! Ott fogsz égni! Sütik a seggedet a rácson az ördögök, tudod, meg főznek a fazikba! Érted? Hát ilyen hülyeséget talál ki, nézd meg a keresztény poklot, erről szól. Milyen Isten az, kedves testvérem? És egy ilyen Isten szeressél. Szeresd az Urat. Hát hogy lehet szeretni egy ilyen Urat, aki ilyen törvényeket hoz, majd mikor hozza a törvényeket, nem azt mondja, hogy nem baj, ha áthágtad, hazössz és megbocsátom, mert szeretlek téged. Szokott hibázni a gyereket, szokott hibázni a párod. Mi a megbocsátás nagy varázsa? Hogy ezen túl tudunk lépni. Nagy élmény neked is egy megbocsátás, meg annak, aki még megbocsátottál, még nagyobb. Rakjátok össze. Óriási csoda és óriási élmény. Eddig érthető?
De képzeld el, mikor te alig várod, hogy ő hibázzon, mert olyan rendszert hoztál létre, amit tudod, hogy nem lehet tökéletesen megcsinálni, sőt, részben se lehet megélni a földnevű bolygón, reszkesz, hogy na várjatok, kis gengszterek. És akkor megfogom, és mindet megbüntetem, és letolom őket, és ott van a bűnben születtél, és bűnben fogsz meghalni, tudod, teszik a homlokodra. Eleve kispéciznek arra, bevésnek arra, programoznak arra, hogy ha egyszer ide lejöttél, innen aztán ne találj. Ragadj itt végig! És megkérdem, ha te szülőként ilyeneket csinálnál, hogy olyat hozna a gyerekednek, a párodnak akár egy párkapcsolatban, hogy tudod, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Megkérdez, te normális vagy? Van benne akkor szeretet? És nem megbocsátod, ha hibázik, hanem megtorlod. Nem röhelyez? Na, egy ilyen világban élsz. Most ez a menő vallás. Nem most, már közel 2000 éve. És képzeld el, ennek a vallásnak a templomaiba jársz, ennek tapsolsz, ennek fizeted az egyházadót, annak a csuhás fekete ruhába. Most képzeld el, hogy néznek itt ki fekete ruhába? Egyébként nyakkenők fekete. Eke klukem domini. Ne, hát ez nem lehet. Az Isten, az én szerintem a szeretet Isten, értsétek meg. A szeretet is, tudjátok mi a szeretet Istenet? A virágzó cseresznyefa. Meg a virágzó bodza, ami tele van pokárral. Meg méhecskével a szilvafa, érted? Hát nézzétek, ő az élő. Érted? Minden él és mozog rajta, és zsong, és mindig változik, majd lesz rajta cseresznye, majd lesz rajta bodzabogyom, majd lesz rajta szilva, az megérik, ez ilyen ízű lesz, az olyan ízű lesz. Értitek? Az Isten az egy tánc. Érted? Az egy íz. Az egy gyönyörű illat. Az egy varázslatos dolog. Érted? Nem egy ilyen befekétített, befestett, falra festett valaki. Azt mondja a keresztény 10 parancsolat. Figyelj, mit mondok nektek. Ne csinálj magadnak faragott képeket, és azokat ne imádd! Ugorván be hazafele egy katolikus templomba. És idézz fel! Ne csinálj magadnak faragott képeket, és Úristen, hát hol vagyok? Érted? Én nem tudom, benne van a 10 parancsolatban, hogy ilyet ne csinálj. Ne csinálj magadnak ilyeneket, és ne imádj! Mi csinál? Szent Antal, oda felfestve. Szent Péter, Amor. Azt sem tudja, van felfestve. Mindegy, minden szent, sziasztok, adjatok pénzt. Érted? De képzeljétek azt, hogy ne imádj. Tele rajzol, ne csinálj ilyet magadnak, képzeljétek el. Én nem tudom, tudod ennyire meghasonulni. És tudod, mi a bajom? Nem az a baj, hogy ő ezt csinálja, az, hogy az agyatlan marha ember ezt nem vesz észre. Mert nem ismeri a 10 parancsolatát. Ha ismerné, akkor megkérdez a papot, figyelj már, itt valami nem fair. Itt valami elcsúszott valahol. Ez senki nem tartja be. Na most figyelj, így kezdtem, nagyobb kell lépnünk. Ez a srác azt mondta, eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást. Tudod mit? Ma a szeretetnek nincs definíciója. Nem tudunk, nem tudjuk definálni. Mi az, hogy szeretni? Hát karácsonykor. 24-én este, akkor azt úgy kell egymást szeretni, hogy kitartson egy évig, tudod? És hol kell szeretni? Hát a karácsony fa alatt, mikor megszól a kisegem, akkor megütjük. És azt hazudjuk a gyerekeknek, hogy hozott neked bakkancsot. Emlékszel? Így működik? Majd azt előtte december 6-án azt hazudjuk neked, kisfiam, hogy majd utána te is hazudni, mikor megnősz a tekölyködnek. Hazudj neki, hogy jött a Mikulás bácsi, és tud, a Mikulási Szent Miklós, azért tudnotok kell, egy török szerzetes volt, aki elvileg egy kislánynak meggyújtotta a szemét, hát ezek tudod, hogy csak le kell írni, aztán majd készen volt, tényleg az lesz, hogy meggyújtotta. És innen van Szent Miklós, és ugye hát az oroszoknak a gyigymarósz hozza, tudod, az ajándékot, az amerikaiaknak nem tudom, hogy hívják, ugye a Bigfoot biztos, de hát ugye valamilyen szinten ugye ezeknek meg hozza ugye a Szent Miklós az ajándékot, képzeld ezt a történetet hozza, és azt mondjuk a gyereknek, hogy a Mikulás hozta. Tette a cipődet. És mondom neki, hogy te, miért hazudsz a gyerekednek? Miért hazudsz, hogy Jézuska hozta, meg a falat? Miért hazudsz, hogy a Mikulás hozta? Hát de ez olyan szép. Hát mondd, hogy lehet szép a hazugság, te normális vagy? A hazugság nem lehet szép. A hazugság egyszerűen nem lehet szép, értsétek meg. A hazugságot úgy hívjuk, hogy hazugság. Meg? Azt mondom neked, hogy nagyot kell lépnünk. Miért nem lehet innen elmenni? Miért kell neked egy napot valakinek kiszúrni, hogy vegyél a gyerekednek csokit? Mondd meg.
Miért kell egy nap, hogy vegyen neki egy cukrot? Miért kell, hogy vegyen neki banánt? Miért kell ahhoz beletenni piros zacskóba, mert valami parhez kitaláltad? Miért kell az üres csizma kiboxolni? Most már box sincs otthon sehol, érted? Mert ez már leszoktak, még gyerek volt, mindig subickoltuk a sivakacsot. Érted? De miért kell ehhez ez? Miért nem fogod fel, hogy tiszta hülyének néznek? Miért nem fogod fel, hogy úgy játszanak veled, mint a hülyével? Miért nem fogod fel? Majd jön a minden szentek, mindenki megy. Csokor. Gyertya. Virág. De fagyás van! Nem baj. Addig őrizzük, ott kibenyünk, reggelre lefagyott, ott basszod, nem számít. Addig nézze meg nagy a porna lentről, érte. Úgy alulról látja, tehát mindegy, csak a szárvény. És képzeld, megint elhitetik veletek, hogy te ez egy nemes dolgot csináltál, tudod? Hát nem röhely. És megint kitalálják neked, hát ha annyira ki akarsz járni ebbe a temetőbe, tudod? Hát az Isten harapja meg, nem mindegy, hogy mikor mész ki. Kitaláltak, hogy azon a napon. Hát miért azon a napon, mert akkor ér rá a pap? Mert gyűjt télére lóvé, tudod? Hát máskor mi a Máriának? Ha ismernéd a misztikáját. Tudod, a lélek sajnos ott van, mert azt mondták neki, hogy bűnös vagy te, aljas fickó, és ott lebeg sajnos a sírja körül. És akkor kimész, azt mondja a magyar, azért odafigyeltünk, a magyar tudott valamit, azt mondta, hogy elalt emberről vagyót, vagy semmi. És képzeld, amikor kimész te a sírjához, tudod, és meggyújtod a gyertyát. És tudod, van egy ősi misztikánk, amiről megint hülye hozzá mindenki, fogalma sincs. Tudod, hogy szólt az ősi magyar misztika? Tűz nélkül ne szólj Istenhez. A tűz nélkül elmondott szó, az ott elgondolt gondolat, ezerszer annyit ér, mint amit nem tűz mellett mondasz. Az első teremtő elem a tűz. Kezdetben vala a fény. Emlékszek, a fény, a világosság és a tűzön alul megy, az az első. Amit a tűznél kimondasz, a gyertyának kimondasz, kigondolsz, az ezerszeresen működik. És képzeld el, vagy jót, vagy semmit. Azért elég nagy gangster volt, üldözte a családot 30 évig. Jobb is, hogy megdöbbött már. És akkor ugye mondod, majd hívod a papa, tessék már megszentelnek is, és ott majd maradjon még egy évet, nagy valahol elégszem, hogy újra szülessem, akkor csöszhetjük az egészet. Gyerekként meg, mit fog itt csinálni megint, tudod? De nem tudja ezt, hogy mit csinál, mikor elmész oda, kedves testvérem, oda kötöd újra és újra. Jön a csuhás, a fekete, bűnben születtél. És megint emlékeztet, hogy bűnben születtél. Neked itt van dolgod. Várnod kell, majd jön Jézus. Jön a trombitás angyalokkal, pappalapappam. És ha jönnek a trombitás angyalok, kedves testvérem, feltámadás! Csak tudod, mi a helyzet? A legtöbb temetőn ma már lakótelefon. Ami ezelőtt volt, kérlek szépen temető ezelőtt 200 éve, például Nyíregyházát mondok neked, ugye az most lakótelefon, meg lakópark. Tudod, majd látom, hogy megjön Jézus, tudod, hogy az nagyapa jön ki, tudod, a fajaszból, tudod, ott a fűzőszobában, túl felfele, tudod? Érzitek ezt a morbid szar dolgot? Érted? Értitek? Érted ezt? Hát ez valami rémálom. Te, és miért mondom ezt nektek? Nincs annyi marha agyunk, hogy ez mekkora hazugság és mekkora szervezet, mocsok, amit elmennünk összegyúrtak. És te még tapsolsz neki, és beállsz a sorba és csinálod. Kedves testvérem, Felvidéken voltam, nem most volt 18-20 éve, és ott tartottam Király Helmeszen nagyon sok ilyen előadást, és egy fiatal hölgy, a kisfia, képzétek el, gumicsizmában volt novemberben, és a gumicsizmában Lukas volt alul. Mondom, neki miért nem veszel neki egy cipőt? Azt mondja, hogy nekem, hogy 40 síra kell neki vinni virágot. És képzeld el, az fontosabb volt neki, hogy 40 síra vigyen virágot, mint annak az élő 7 éves gyereknek vegyen egy cipőt. Értitek ezt az ocsmánságot? Érted ezt? Az élet nem ér neki semmit. Az ér neki valamit, amikor ott vannak. Tudod, mit csinált Villás Béla? Mentem a következőt, vittem a gyereknek egy első osztályú cipőt. Érted? És akkor nézett rám az anyja, hogy jaj, nagyon köszönöm. Nem ez a megoldás, Birka. Az a megoldás, hogy megértetted volna az, hogy az élet az a gyerek, akit a világra hoztál, és annak nem húzol le lábára a cipőt, hogy 40 síra vigyél virág. Hát normális. Azoknak már tök mindegy. Te, a temetőket én egyiket sem keríteném be. Aki ott van, az nem tud kijönni, aki meg nincs ott, nem akar bemenni. Érted? De veszek percről az egész történet. Nem így működik, de? És figyeljetek ide! Tudod, mi kellene?
Csak egyszerűen a normális eszű embereknek így normálisan elmondom, hogy most mondom nektek. Kedves testvérem, az csak a por, az csak egy formánk volt, amit 60-70 évig hordtunk. De hozzákötik a formát ehhez, hogy te az vagy! Akkor érdekes, mikor meghalsz, a form ott fog szétrohonni, mint minden. És te ott ülsz mellette a síron, mert azt mondták, jön Jézus. Nem jön! Többet soha nem jön! És akkor jövünk mi, ugye Árkádia Fényes Pites Egyház, és a papjainkat arra képezzük ki, hogy ezeket a lelkeket segítsék haza. Nem tudom hány 100 000 milliót segítettünk haza. És ez a papjainknak ugye az egyik fő tevékenysége, hogy ezeket haza segítsük. És nem az a célunk, hogy azon segítsünk, akiket megszálltak. Az a célunk, hogy a lélek haza menjen. Utána, hogy ez jobban lesz az ember, ez egy történet, hogy a saját életét tudja élni. Nagyot kell lépnünk, hogy értsük és uraljuk újra ezt a világot. De egyetértsetek meg, ha nem lépünk nagyot, akkor magunkat se értsük meg. Kérdezlek téged, mikor van rajtad 20 szemüveg, és nézd meg, hány szemüveget tettünk rád. Ezek a hitek szemüveg, hit szemüveg, félelem szemüveg, aggódás szemüveg, elvárás szemüveg, emlékszel, vágy szemüveg, és hagyd nem mondjam tovább. Hány szemüveget hordok? Ennyivel van felszerelve a lélekruhátok. Milyen sorrendben vegyük le, Béla? Így. Az összes le. Egy örökkéletlenül szabad szellem vagyok. Egy tökéletes isteni minőség, amelyik ide most lejött élményeket szerezni, játszani. Nem ez az igahúzó biorobot vagy? Nem. Tudod, kedves testvérem, egy páran azért vagytok, akik ezelőtt 50 éve még tudták, hogy a magyar lakosságnak több mint a fele magát tartotta el. Volt földje, volt állata, emlékszel? Volt fejőstehene, volt disznó otthon, megtermelte a krumpliát, megtermelte a kukoricáját, ott volt a galamba a padláson, a nyúl ott volt hátul, a kecske ott volt, a apró jószág a liba. Volt annyi, hogy bőven tudtunk étkezni. Paszújt megtermeltük magunknak, a krumplit, minden volt. A padlás ott volt, a szalona, levágtuk a jószágot. Mindent a parasztember be tudott osztani, egy évre előre megtervezte, hogy hogyan gondoskodjon a családjáról. De nem fizettünk villanyt, nem fizettünk vizet, nem fizettünk gáz, nem fizettünk szeméthordást. Tökéletesen fullon rendben volt minden portra. Külön a virágos kert, külön a zöldséges kert, külön a kis gyümölcsös, külön a hátul az állatok portája, rend volt. Szégyen volt, ha valaki nem volt rend. A rend az arról szólt, hogy csak gondoskodtál mindenről a állatodról, már az egy rendet hozott létre, annak reggel kellett adni, este be kellett zárni, hogy a róka ne vigyen el, azt a ólat ki kellett néha takarítani, hogy nézzen ki valahogy, hogy az állat is jól nézzen ki. Képzeld el a rendet, akárhogy, de a rend felé tolt el az embert. Maga az a világ, hogy te magadra gondoskodtál. A rend felé tolt el. Most figyeld, 8 óra munka, 8 óra pénz, levágja magát a stiványra, sört, joint, megtekertük. Kurva jó az élet. Érted? Megtekertük tévébe, éjfélig nézzük, na kapcső kell, a 4-kor kellünk. Tudod? És betén felek a munkájáról, végnyom, hogy újra kezd az egészet. Mitől élet? Csináljunk gyereket! Minek? Kapunk csokot. Tudod? És tudod, mikor felnő a gyerek és mond ettet, aj, fiam. Már bánom, hogy megszülettél. Hát én miért születtem, akkor adtak érted 20 millió. Hát kérd a hülye, aki nem csinált akkor gyereket. Csak tudod, megállok mindig és azt mondom, hogy tudjátok mennyi 20 millió? Figyeljétek meg, odaadták ezt az embereknek, az ára mindennek fel fog menni minimum duplájára, de inkább háromszorosára. Nézzetek meg, az élelmiszer következik, és kedves testvérem, amit odaadtak neked, ékop. 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 Mikor kiürülnek majd, és elkezdenek neked mindent majd felfújjuk, majd granuláljuk, meg stb. Te lesz a gyomor, de nincs benne érték. Elkezdenek veletek játszani. Elvették tőletek azt a lehetőséget, és ne csak így mondjuk, hogy elvették, te meg odaadtad. Odaadtad azt a lehetőséget, hogy gondoskodj magadról. Odaadtad azt a lehetőséget, hogy az élet a te kezedben maradjon. Eladtuk a földjeinket, a nagyanyánk földjét, odaadtuk. Pedig megmaradhatna, az most bérbe lehet adni, tudod, és kapnád érte még egy kis lóvét. Meg lehet, nem, eladtuk, mert azért tudtunk akkor nem tudom mit venni, szar fillérekért odaadta mindenki.
Volt okos ember, aki megvette. Tudod, így működik. És tudod, én annak idején vettem 14 hektár földet. 14. 7 hektáron van a tanyánk, 7 hektáron meg gondoskodunk az állatoknak a takarmányról, ezen akiket tartunk fel. Érted? Hiányzik ez nekem? Hát elnéz, hogy hiányzik. Óriási odafigyelés, munka, pénz. Nem vicc, amit mondok. Ez fenntartani. De kedves szesszenők, oda kijössz, és minden szimbiózisban él. Nincs szemétszállítás tőlünk. Minden eltűnik. Olyan rend van, hogy a fűszálak úgy állnak, egy nem vicc, amit mondok neked. Ott megvan a pünkösdi rózsának a helye, megvan a liliomnak a helye, kedves testvérem, megvan a ibolyának a helye, érted? Megvan a kövi rózsának a helye, megvan a szibiri homokkövisnak a helye, a C-vitamin termelő nekünk, mindennek megvan a helye. Megvan 1200 szőlőnek a helye, hogy legyen borunk is, érted? A gyümölcsöt megszeszük, kimagozzuk, nem permetezzük, olyan pálinkák, hogy ha arra jársz, akkor elcseppent tőle még a hajad is, érted? Mert natúr, minden természetes, semmihez nem adunk, érted? Oda kell rá figyelni, de ott a kincs. És ha a világ így kikapcsol, akkor én még 2 évig nem is gondolkozok azt, hogy kikapcsolt. Érted? Mert annyira gondoskodtunk, a 4 lábán megy, nem kell neki se hűtő, se villany, tudod? Hát így működött a falu. Elvettük, feláldoztuk az ő vérét, odaadtuk földanyának, ugye az erejét az égi anyának odaadtuk, és betettük a fazikba, és lett bele húslevesre pörkölt, meg töltött káposzta, érted? Hát így működött a rendszer, de a káposzta is otthon termett, értitek, hogy működik? És akkor nem tettünk bele, kedves kecsvérem, rizset, mert ugye hát a rizs az most jó kis kínai cucc, nem. Gersit tettük bele, tudjátok mi az? Meg álpát, álpagyönyöt, igen. Azt tettük, és azzal lettük, tudod? Majd utána 5 perc a rizs, akkor azt tettük, és ugye hát mindig újítottunk. És kedves barátom, tudod, mit mondok nektek? Ez 40 éve volt. 40. És azelőtt, tudod, meddig volt? 10 000 évig. 40? Meg nem! Nézd meg az Európa lakosságát, nézd meg a magyar lakosságot. 99%-ának fogalma sincs, hogy hogy kell egy nyulat etetni, meg fenntartani, meg gondoskodni, egy csirkét, hogy kell kikeltetni, arra gondoskodni és fenntartani, vigyázni rá, etetni, itatni, hogyan kell őt tárolni. Egy disznóról ne beszéljek, egy tehénről meg a pánról ne beszéljek. Érted azt, hogy hogy kell zöldséges kell, tudod, hogy a karolábénak megjelenek, a káposztának, és pont úgy szimbiózisban a sárgarépának, a petezselynek, az ellenek, mindennek meglegyen a saját helye, módja, és tudjuk, hogy senkiben nincs benne. 40 éve mindenkiben benne volt. Elvették tőled, és most ordítsz. Nincs. És megordítok, te adtad oda. Te adtad oda. Odaadta apád, odaadta anyád, nagyanyád meg volt érte veszve, meg nagyapád. És sírt és hordított, hogy fiam, ez az élet. És ők valahogy ezt látták és érezték, tudod, az egészet. Most, ha nézed a gyerekedet, nézd meg. Telefon. Úgy ért hozzá, hogy fú. Laptop, táblagép, Facebook, ezért mindenen, így ezerre. És képzeld, hogy csetelnek és hazudnak, azt nem tud. Nézem a gyereket, gépegi be, 8 éves. Mit ír be? 19 éves vagyok. Nem vicc, amit mondok? Beírja és csetelnek, érted? És mondanak, hogy hát ne harul, olyanokat néz, meg olyanokat leír, hogy a 19 éves nem ír vala, olyat érted? És nézem azt, hogy úristen, mi lesz ebben, ha felnő? Ha 8 évesen folyékonyan hazudik, és már nem is tudja, mi az, hogy nem hazugság. Az egész élet ezt veszi körbe, az iskolában hazudnak neki, figyeld! Az iskolában tudod, mi történik? Odáll elébe a tanítónéni, és elnézést, ha itt vagy, te is ugyanezt csinálod, odaállsz elébe, és amiből te is levizsgálsz, az nem a te tudásod, kaptál egy információt, és te most nem tudó vagy, nem tanító vagy, te egy információ továbbadó vagy. És ezt is hülyén csinálod meg, a gyerekek felének egyes kell adni, meg kettes. Ezért nem a gyerek a hülye, hanem te nem tudtad normálisan odaadni. Ezért mit csinálsz a gyerekkel? Megbüntetlek, egyes! Ordítok neki, te! Hát téged nem bírónak képeztek, hanem tanítónak. Nem tudod normálisan megtanítani magadat, büntesd azt a szerencsétlen kölyköt. Nem tudtad neki élményszerűen elmondani. Én soha nem tanultam otthon, és 4,8-al végeztem a 8-as osztályt egy falusi gyerekként. Amit elmondott a tanár, furra megjegyeztem, másnap még mikor kérdezt, azt mondtam neki vissza. A tanárnak ez aranyat ért. Megy. A tanító csak továbbadó információ továbbadó.
nem tudja azt, amit tanít, nem lát abban értelmet meg értéket. Hát el nem mond már nekem, hogy egy kémia tanára mennyire tázadva, kurva nagy értéket lát. Hát mi benne az érték? Most, ha nem tudnád, nem is lennél ember, nem? Meg nem tudnád az Archimédesz törvényt, hát hogy lehet úgy élni, mondjátok meg te. Nagyapám egy életet tartott, ha meg 8 gyereket eltartott, érted, meg megművelt 10 hektár földre, tudod? És nem tudta az Archimédesz törvényét, képzeld el. És nézem, hogy nagyapa, hogy tudsz így élni, tudod? Hát nem röhely. Nem tudta a szögfüggvényeket, hát így, meg hát tisztán, így. És képzeld el, mi derül ki nagyapámról, nem tud olvasni, analfabéta. De nem hülye volt, hanem analfabéta, tudod? És rájöttem később, hogy ez nem rossz. Aki nem tud olvasni, azt nem tudják hülyíteni. Megy? Azt képzeld el, hogy az megtanulta az apjától, nagyapjától, dédapjától a titkokat, az értékeket. Tudta, hogy mély csillag, amit most kivisz egy gyerekeket, és egyik sem fogja elmondani, hogy mi van fenn az égen. Nem tudja megmutatni nekem, hol van a Nimród, vagy az Orion. Nem tudja megmutatni. Kiveri a szemét? Nem tudja. Nem tudja, az északi sarcsillag nulla, senki, fel se fogja. Nagy göncölmán pedig nagyon egyszerű, nem tudja. Nem. Az az ember, aki analfabéta, nagyapám, a csillagoknak, a láthatóknak minimum felét ismerte és tudta, és egy történet is volt neki mellé. Egy ilyen ember már nőttem fel, aki nem tudott olvasni. Majd megképzelem, megtanult. 62-ben megtanult olvasni. 2 hónap alatt megtanult olvasni. Nem tudott úgy, mint ilyen folyékonyan, de mindent el tudott olvasni. És utána azt mondta nekem, hogy kisfiam, bántam, hogy megtanultam. Miért? Minden csütörtökön, fiam, képzeld el, hogy szinte este semmit nem dolgozom, a Szabadföldet olvasom. Akkor itt a Szabadföld mindig, tudod? De azt megrendelték a Szabadföldet, mert képzeld el, kiolvasták meg, azt felvágták, és azóta WC-papír, érted? Nem hisz, amit mondok, azért volt Szabadföld, mert így csütörtöktől kitartott a másik idő a WC, hogy felvágták megfelelő sáblánra. Na, kedves testvérem, azt mondom, neked nagyot kell lépnünk. Egyetlen lépés, egy irányba lehet lépés, ami ebből a sok, nem értelmem hoztam nektek ezt a sok mocskot, nem beszéltem eddig értékről a világban. Mondtam egy értéket most az elmúlt 20 percben? Nem! Igaz, amit elmondtam az elmúlt 20 percben? Minden igaz? Na, ebből kell kilépni. Hova? Szeretet. Figyelj, értsétek meg ezt a szót. Nem tudja definiálni a világ. Ha definiálni akarta, emlékszel, hogy mondtam, ez biznisz. Emlékszel, barterüzlet. Adok, kapok. Nem. Képzeljétek el, haltam arról, hogy vegyszer. Arról, hogy kápszer, mosószer, szer. Képzeljétek el, hogy ez egy olyan szer, amik... Ma egy picit beszéltünk arról, hogy először nem volt semmi, az Isten volt egyedül. Majd magából teremti meg az egész világegyetemet. Emlékszel, minden ő megy. A semmiből ő sem tud valamit csinálni, tehát önmagát osztja fel. Tehát Isten nem csak a teremtő, hanem ő a teremtési eddig megye. Igen? Na most képzeljétek el, amit ő létrehozott, az ő állapota lazább lett, ugye? Szétszórt önmagát. És képzeld a szétszórt részeit, van egy szer, egy kozmikus szer, amivel a szétszórt részeit táplálja, vagyis gondoskodik róla. Megy? Mondhatnám úgy, hogy eteti? Na ez egy olyan szer, amivel a világegyetem minden aspektusát láthatott és láthatatlan, maga a létrehozója gondoskodik ezekről, tehát egy olyan szer, amivel megeteti a világegyetemet. Nincs még egy nyelv a földnevű bolygón, az égbe sincs több, amiben ilyen logikusan el lehet mondani, hogy ez a szer etet. Mikor szétszedem, hogy egy olyan szer, amivel etetve vagyunk, akkor egészen más lesz majd az ő hatékonyság, amikor azt mondom, szeretet! Ma a szeretet nincs, hogy öllelgessük egymást, puszi, minden. Érted? Ez a szeretet. De a szeretet mögött ez nem igaz. Mikor én megölellek téged, mikor azt mondtam, hogy ő nagyon fontos vagy. Nekem te nagyon tetszel. Milyen bugyi van rajta? Érted? Tehát érted? Figyeljétek meg. Ezzel sincs baj. Csak valamit értsünk meg. Hogyha nem értjük azt a szavakat, akkor nem értjük az életet. Ez egy olyan szer, amivel letetve vagyunk. És érdekes, ha ezt tennénk, akkor megmaradna a tisztaságunk, a bölcsességünk, a nemességünk. Tökéletesen átlátnánk a világ trükkjeit, amivel szemben velünk, de tökéletesen értenénk azt is, hogy hogyan tudunk végtelen, ragyogó módon fennmaradni, és soha nem felejteni el, hogy mi egy kozmikus minőséget vagyunk. Csupán annyit kellene, hogy ennek a szeretetnek az áramlását engedni, hogy történjen. Nem dolgozni érte, az már nyűg neked.
tévénézés, mert még a szeretettel is dolgozott, az elég jó, nem? Fontos abban azt tudod a piadon, mert már láttad 640 egyszer, egy egyszer, de hát ha más lesz most a piadon Hongkongban, tudod, de 640 egyszer. A szeretetet csak engedni kell, hogy történjen. A szeretetet hogy lehet engedni, hogy történjen? Figyelj, egy pici, egyszer jelezned kell a szeretet felé, hogy értelek téged, ez ember eljött, ott ordított vele nekünk már hányszor a szeretetről, kezdelek érteni. A szeretetnek üzenni kell, hogy vevő vagyok rád. A szeretetnek üzenni kell, hogy itt vagyok, gyere és érints meg, és áramolj rajtam. Hogyan lehet neki üzenni? Kérdezek tőled valamit. Tudsz gyűlölni? Legyél őszinte. Tudsz vagy nem? Na arra kérem, arra kérlek, e pillanattól kezdve, hogy ne gyűlöl. Ez üzenet a szeretetnek. A szeretet legalsó lépcsőfoka az, hogy nem gyűlölni. 2000 éves rász azt mondta, nem ítélni. Villás Béla másképp mondja, magyarabbul, nem gyűlölni. A nem gyűlölni, ez a szeretet. Értitek? A nem gyűlölni a szeretet. Ez a szeretet. Nem gyűlölni, szeretet. Üzentél a szeretetnek, ettől a pillanattól nem gyűlölök. Nyitva hagytam neked a kaput, gyere áramolj és segíts, hogy így éljek és így nyilvánuljak meg. Én tettem az első lépés felé. Figyelj, hallottatok arról, hogy amit vetsz, hallottatok arról, hogy adás és kapás? Vagy így van, hogy kapás és adás? Nem hallom. Biztos, hogy nagyszerű. Azért meg a fogalom ott van. Főleg a testvérünk pedig, ő nem mag ezt a biciklizést. Igen? Ő ért valamit. Képzeld el, nem azt mondjuk, hogy kapás és adás, hanem adás és kapás. Ha én valamit meg szeretnék kapni, ha valamit megkívánok érteni, ha valaminek a valami közelébe akarok jutni, akkor nem előnytelen, ha én teszek fel egy lépést, ugye? Az a micsoda, adtam valamit. Adtam neked valamit, én nem gyűlölök. Küszködök érte, mert nem egyszerű. De képzeld azt mondom a szeretetnek, tarts fenn bennem ezt az új minőséget, amiről döntöttem. Léptem feléd, kinyíltam feléd, értelek. Értelek, hogy minden más energia, körbenézek az emberi minőségekbe, a szomszédoktól a saját családon is magamba is benézek, meg a világ összes rendszerébe, és az ember erről jutottam most, hogy ott vannak a szeretetnek az alapelve, hogy ne hazudj, ne lop, ne gyilkolj, emlékszel, ott van, de senki nem tartja be, ez nincs csak egy szlogenlet, amiből senki soha semmit nem tart be. Ettől az nem működő rendszer, érthető? Nem működő rendszer. És emlékszel, mit mondtam neked? Hogy nem lehet felülről elindítani valamit. Nem lehet felül elindítani, hogy meg vagy váltva ember, mert meghalt érted Jézus. Senkit nem váltott meg. Azt mondta, én azokért értem, akik megértik azt, amit én emlékszem. Nem azt mondta, hogy megváltottalak. Érted? Azt mondta, hogy azokért, amit megváltott. Emlékszel, mit mondtam ma? A gyöktérnek kell újra kezdeni élni, hogy a fa éljen. Hogy az ágak éljenek, hogy virág legyen rajta, kedves testvérem, hogy abból gyümölcs legyen. Most én erre tanítom a világot, és ezt ordítom neked, és az egész világnak ezt ordítom. Kezdjünk már el, kedves testvérem, ha ez a sász 2000 évvel azt mondta, hogy eltörlöm a törvényeket, szeressétek egymást. Most már tudjuk, mi a szeretet. Egy olyan szer, amelyik fenntartja az életet, a bölcsességet, a tökéletességet, a teljesítet, az örök létet, a világéletet minden egyes mikronnyi aspektusában. Eddig megy? Ez egy olyan szer, és úgy így szeretet. Ha én a szeretet ennek az óriási csodálatos forrásnak a részévé kívánok válni, akkor nekem kell felétennem egy lépést. A felétevés egy lépés, nem gyűlölni. Eldöntöm, nem gyűlölök. De kijött a számom, megbocsájtom magamnak. Meg. Szeretem magam, megbocsájtom magamnak, de észrevettem, hogy gyűlöltem. A kutyafáját csak gyűlöltem, elmondom. De megbocsájtom magamnak, mert én nagyon szeretem magam. Érthető? Így hangosan mond ki. Fontos tudomásul vennünk, hogy megint gyűlöltem. Dokumentáld. És nem baj, hogy gyűlöltél, csak bocsáss meg. Ezáltal a vetett magot kihúztad. Nem gyűlölök. Nem gyűlölök. Megy nekem, képzeld el, 7 napig. Úgy nagyjából. Ha mégis gyűlöltem, kihúzom. Észrevettem, kihúzom. És akkor elkezdem mondani, szeretet. Készen vagyok. Áramolj belém, és segíts nekem az, hogy ezen döntésen ez valami csodálatos erővel megtöltsön engem, és képes legyek a totális művelésére a szeretetnek. A nem gyűlölésnek. Érthető? A megbocsátásnak. Érthető? Megy ez egy embernek most a 21. században.
kedves barátom, mindig ment. Mindig ment volna. Nem volt, aki épésszel normálisan elmondja. Elmondom a templomaikba, a csuhások elmondják ígérthetően. Jön a karácsony, szeressük, szeressetek, szeressetek. És tudod még, hát olyat kér az emberek, hogy csináltok magad, amit nem tudtok. Az ő szeretetük barterüzet, még a szeretetet se értik magát a szót. Értitek? Az barter, az biznisz. Nem? Azt kérik, hogy olyat csinálsz, amit nem tudsz. Én meg azt kértem Villásból, hogy olyat ne csináltok, amit tudtok. Ne gyűlölj, és ez a szeretet. És mikor te elkezdted a szeretetet művelni, akkor a szeretet, figyelj, a hasonlót hoz elve alapján, eljön hozzá, megérint és segít. Ne higgyetek, a hit az egy brutál dolog, amit az ember magával tehet. A hit az vakká tesz. A hit azt jelenti, hogy kiszúrtad a saját szemedet, mert volna töntöttél a füledbe. Tudjatok. Tudom, ezt megtettem, olyat tettem, amit a Földön ma nem sok ember művel. Hibáztam, nem mond. Kigyomlálom. Ott. Igen, ez megint elsült. Mondtam meg, hogy te mocskos állat. Igen, megfogom és akkor kigyomlálom. Tudod mit? Kigyomláltam, imádlak téged, szeretlek. Pont kicserélem. És elkezdek erre figyelni. És nem kell hangosan mondani, mentálisan csináld meg. Mosolyogva. Mész az autóval, az anyádat. A lábad ez meg az ember vele. Érted? És akkor észrevettem, hogy megint csak gyűltem. Nem, csoda töltsön meg, legyen egy boldog napod. Emlékszel? Elkezdem ezeket csinálni. Értitek ezt? Ez egy óriási varázslat, kedves esőnök. És a szeretet meg fogtok döbbenni, képes bárkit. Szimbiózis. A hasonló vonzza a hasonlót. Nagyanyának azt mondta, fiam, a zsák keresi a fortját. Emlékeztek még erre a szóra? És ez nem hit kérdése, ez tény. Nézzétek meg, a bűnöző keresi a bűnözőt. Észrevettétek? A jó szándékú keresi a jó szándékot. Észrevettétek? A hasonló keresi a hasonlót. De már, kedves testvérem, nincs tiszta lélek. Nem. Nincs tiszta. Mindenkiben van valamilyen olyan szándék, amivel nem értéket kíván teremtenem hasznot. Egyetértsek, értsetek meg. A hasznot mind itt fogjátok hagyni ebbe a kurva világba. Az értéket meg minden viszitek! Olyan kincs, amit nem eszik meg a rozsda és a mor. Ez olyan kincs, amit nem eszik meg. A hasznot mind megeszi. Mind eltűnik. Veled együtt, ha ragaszkodtál hozzá. És itt ragadsz, és véged van. Ezt a nagy lépést javaslom minden embertestvérenek, nem csak nektek, hanem égen és földön, tegyük meg. Kezdjük alulról az építkezést, ne felülről. Ha ezt meg tudjuk csinálni, a mi nemzetünk nyer. Alkalmas fajták vagyunk még rá. A többi nem véletlenül bombáz bennünket a kereszténysége, nem véletlenül nyomják nekünk ezerre. Egész Európában ennyit nem kap a kereszténység pénzt a hatalomtól, mint Magyarországon. Egész Európában nem kap ennyit, képzeljétek el. El kell gondolkodni ezen, hogy miért történik ez. Miért? És ráadásul nem is a mi Istenünk. Ez a zsidók istene. Ott van a könyvük is egy. Emlékszel, Héber az Ószövetség, Tóra. Hát ma is az az Istenük, az az őstörténetük, az minden. Egy magyar gyerek nem tudja, kedves testvérem, hogy ki volt Csaba királyfinak például a fia. Tudod, ki volt? Hú, ennyien tudjátok. És azt tudjátok, hogy Mózes bácsi ki volt? Hallottál Mózes bácsiról? Hát persze, hogy hallottál. Hallottál Ézsaiás profétáról? Meg Jeremiás profétáról? Hát ezeket profi módon tudod. Csaba királyfi Attila király fia volt, az ő fiát úgy hívták, hogy Ed. Emlékszel, Ed? Ednek a fia volt Ügyek. Ügyek fia volt Ámos. Emlékszel? És így tovább. Úgy ugye lassan le lehet ez, de hány magyar ember tudná ezt így elmondani? De a Bibliát lazán el tudod folyni. Mert a pap, meg a tanár azt kéri tőled számon, nem pedig a saját ősségedet. Nem drágjátok ezt úgy végig, magatokban legalább, aki te hallasz. Nem zavar ez téged? Mennyire korrekt ez, hogy minden nemzetet, ha lehet úgy mondani, annak a fának az éltetésére, figyelj, de semmi más, ez a vallás arról szól, ha én felén tudod hozni a figyelmet az én profétáim fel, az ő ősségem fel, az én Istenem felé, akkor engem éltesz, magadat meg kinyírod. Az ősségedet. Nem vicc, amit mondok. Ez tény. Ez puszta tény. Ebben játszunk szerepet. Nem bántok érte semmit. Már nem ítélek meg, de szeretem elmondani az igazat, tudod? Mert engem az igazság szabaddá tett, és téged is azzá tenne, hogyha megérteni. Érted?
Köszönjük. Megkérjük a magyarok ős istenanyját, Kál istenanyánkat, hogy mit szól ehhez, jó? Égi anyánk, égi királynője, égi atyánk, szent ragyogás, üzenj nekünk a rovás szent erejével, mondd meg, hogy mire figyeljünk, mit üzensz ma pápán testvéreinknek, mit üzensz a világba testvéreinknek, mire figyeljünk. Ez a rovás a rúnák világában, az ősgermán misztériumban, 30%-ig vegyezik a miénkkel, ez a szovesz, a legnagyobb véde van, igen. Náluk ugye ez az üvegű. Ez a figyelitek egy szék, amin ülünk. Emlékeztek? Ilyen egyszerű gyűrgét tettünk ugye mellé, hogy megjegyezzétek. Amikor használod ezt a kártyát, megtanulsz rovás módon, ugye, mert az ember akarva akaratlanul meg tudja. Elmondom, mit üzen neked égi anyánk. Dőj hátra! Az utad egyenes! Nem bánthat senki. Kicsit pihenj, rohanás befejezni, no és az agódást is. Vége a nehézségeknek. Itt a hajnal léted megmentetett. E rovás a beteljesedett élet nyugalmát hozza el neked. A magadévá teszed, amiről ma beszél. És ez igaz. Köszönöm, hogy megtiszteltél azzal, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy veletek lehettem. Kívánok nektek egy csodálatosan szép tavaszt, egy gyönyörű nyarat, és egy lenyűgözően szép életet. És ha figyeltél, ez soha senkitől nem függött, csak téged. Csak tőled. Soha senkitől nem függött, csak tőled. Merjél egy csoda felé lépni. Merjél lépni egy csoda felé. És ha mertek egy csoda felé lépni, ha megértitek, hogy hol van helyetek a létezésben, ha megértitek, hogy mi a dolgod a létezésben, és ez irányban mindig egy lépéssel többet teszel, mint ez ellen, akkor nyertél. 50+1%. Nem kell 100%-ban, nem fog menni, nekem sem megy. Érthető, nekem sem megy. De ha 50+1%-ot elértél, vagy a 70-ig el tudsz jutni, kedves testvérem, az élet varázslat és gyönyörű tánc. És a testvéremnek üzenem, hogy ilyenkor azért a gonosz azért úgy vagy rátrabol. Elnéz, hogy úgy taps, hogy jaj, de jó, hát ez már a fény útját járja, hát felhessd el. Vedd úgy, hogy neki kihívást teszel. Még az ő mocsarába úszol, nagy évbe szalik rá. Az ő rabja vagy. De amikor kidolgod a fejed, akkor rádrabol. Na ott kell, kedves testvérem, a szeretet, és ott kell megérteni azt, hogy mit hordoz, és mi az. A teljességet adja neked, mondta a übetünk is. Érthető? Köszönök neked mindent, lassan siessetek haza. Sziasztok, szeretném. Én lennék egy fényes csillag, ki beragyogja életünk.